Hello, hello, hello! Indulunk. Ha minden igaz, akkor TikTokon és YouTube-on is. Sziasztok, srácok! Meg is jöttem a mára tervezett live, nem más, mint a Palworld. Folytatjuk. Mindjárt megmutatom, hogy mit haladtam live-on kívül, mert egy nagyon picikét voltam fent. Nem sokat engedte az időm. Maria Knight, Esszeszonina és Farkas Dani és Áron az elsők. Sziasztok! Hogy vagytok? Kezdjük ezzel, ameddig én szokásosan megosztok az elején. Úgy. TikTokon pedig majd meglátjuk, ki lesz az első bátor, aki beköszön. Kezdünk. Kitéve. Tökéletes. Oké. Még senki, gyerekek. Néma csend vala. Na, addig is nézzük akkor a YouTube-ot. Jól csak szomorúan, mi a baj, Nina? Már napok óta írtad. Hali Gamer fan, és szia Viki, de örülök nektek. Meg vagyok úgy, ahogy. Hát nem tudom, az időjárás az ma hűvösebb, mint tegnap. Hogy telt a tegnap is? Mert tegnap voltam Ömongásszal, majdnem azt mondtam, hogy nem volt tegnap live, de rájöttem, hogy volt. Szia Miskolc, köszönöm szépen, jól vagyok. Csak tegnap ugye csak YouTube-on volt live, TikTokon nem. Van egy-kettő játék, ami így csak itt, csak ott elérhető, ezért fontos, hogy bekövessetek TikTokon is, meg YouTube-on is egyaránt. Rendben, rendben, nyugodtan írjál privátba. Jól vagyok amúgy. Nekem olyan dolog volt, ami már ugye Jana születésnapjával kapcsolatos, ezért nem mondok semmit a live-ba róla. De azt kellett intézni ma, azért nem tudtam előre, hogy mikor kezdünk. Nem is tudtam, hogy mikor tudok leülni ma live-olni, úgyhogy ez azért is későn raktam ki a live menetrendet, mert abban sem voltam biztos, hogy ma tudok-e live-olni. De aztán most toljuk neki estig. Úgyhogy lényeg, hogy itt vagyok. Szia Júlcsi, szia, szia, szia. Most már Palworld van, vagyis hát lesz mindjárt. Varnyú, köszönöm a 20 hónapot. Szia, szia. Pont azt hittem, hogy neked lejárt a tagságod, vagy most újítottad meg, mert amikor írtam a listát, akkor minthogyha nem emlékeztem volna, de lehet csak én vagyok a hülye. Nézd el nekem. Igen, ez közben mondjuk pöröghet addig, hogy legalább farmoljanak a dolgok. Akközben is tudok olvasni, meg megosztani. Húsz hónap, mindjárt 2 éves támogató leszel. Lesz Forti? Hát a héten biztosan. Zalán, a tagok tudják előre a live menetrendet, 1300-as előfizetés, hogyha megcsapatod, akkor már is látni fogod, vagy ha YouTube-ra átjössz és a 199 forintost, akkor is látni fogod, mert én 2 játékot ismered, volt is podcast, meg live-ok is voltak YouTube-on, írd be kérlek, Toxic, a YouTube-ra, hogy Mongufta Family Metin 2, és látni fogod. Vajon megcsinálták a Game Pass Team Coop-ot? Nem tudom. Én most szólóba folytatom még ma, de hogyha megcsinálják, akkor biztos, hogy fogunk valami közös világot is nézni. Hallatszódik-e a játék? Mert múltkor nem nagyon hallatszódott. Úgyhogy azért mondom, most a héten kevesebb live lesz és több videó, ugye jön a születésnapja miatt, meg hétvégén pihenünk, meg ilyenek, de itt vagyok. Mi az, amit nem mutattam? Csináltam még egy keltetőt. Ez 2 órán belül ki kell a tojás, ez még 10 óra. Gondolkozok, hogy mit nem láttatok live-ba. Csináltam egy alvóhelyet. Leraktam azokat a ilyen védelmi dolgokat, azokat, mert elvileg, hogyha jön támadás, akkor ide jönnek a palok. Ezt még nem láttam tesztelésbe, de elméletileg azt írta, hogy ide fognak jönni és védekeznek. Azt írja a TikTok, ösztönözelek titeket, nyomjátok a lájkot, betettem rózsa élőcélt, köszönöm a hozzájárultok, illetve hogyha megosszátok, köszönöm, meg volt az ösztönzés. Csináltam tüzes íjat, de még nem nagyon van nyilam. Hát úgy nagyjából ennyit csináltam meg, hát nyilván farmoltam, hogy tudjunk építkezni, de az nem annyira izgalmas, úgyhogy ezt live-on kívül megcsináltam. Hello Boti! Igen, de most rosszabbul hallok, mert sütkérezek. Ja, értem, értem, értem. Ja, hogy főzöl, jól teszed, jól teszed.
Hallatszódik a játék, srácok, valamit reagáljatok, please. Köszönöm a szívlelést, Júlcsi, nem tudom azt például miért nem hallom. Tehát, hogy lehet hangosabbra kell vennem a donédeket. A szívlelés egykor is, srácok, és azt a naponta benyomjátok, hálásan köszönöm. Mert a Palvördnél valahogy a hang az nem volt olyan világos. Ja, értem. De a főzés miatt az más kategória, Nina, hogy azért nem hallod. Ja! Igen, kopácsoltak. Jó, mondjuk hát mit hallanátok jelenleg? Kopácsolás, meg madárcsicsergés. Meg hogy fúj a szél. Úgyhogy teljesen korrekt. Még gyűjteni kell ércet. Oda megyünk. Tudom, hogy tudodnék utazni. Ja, meg ezt csináltam, nézzétek. Craftoltam ilyen kék újfajta glidert. Ez elvileg jobban bírja. Ezt fejlesztettem, ennyi volt a live-on kívül, kb. Egy 40 percet tudtam játszani live-on kívül. Mai nap még feltelepítettem a Genshin Impactot, úgyhogy lesz újra jövő héten valószínű Genshin. Mit csináltam még ma? Pihentem. Ilyet kell bányászni. Tegnap meg még sétáltunk egy nagyot Janával, meg moziba voltunk, úgyhogy ennyi. Meg nagyon finom kávét csináltunk. Majd lesz róla videó. Így röviden ennyi volt talán. Az a két nap. Igen. De olyan gyorsan eltelt, gyerekek, tehát mikor jó telik az idő, akkor azt veszed észre, hogy elrepül 8-10 óra. És Viki, köszönöm a 41 hónapot, bocsáss meg, nem köszöntem meg, köszönöm a 41 hónapot, te jó ég, Viki, az aztán szám. 41. Krisz, köszönöm a 17 hónapot, köszi. Sziasztok, köszönöm újra a tagságot. Szerintem ez most tőlem van, mert most már a youtuberek kapnak 10 ajándék tagságot, amit ingyen bedobhatunk, bár abból bevételünk nem származik, de legalább meglepünk titeket, és azt hiszem te kaptad az egyiket. Én abbahagytam a Genshin, mert Telomon túl sok helyet foglalt, mert túl sokat kell grindolni. Hát, én is látod, csak visszatérek, ez nem segít nekem törni amúgy. Hát ezt eltaláltam. Ja, mondjuk nem praktikus amúgy telerakni. Ja, mindjárt hazamegyünk, mert amúgy most meg akarom csinálni a cuccot, amihez kell. Nem lopott mögénium. Úgy mellettem. Csak ilyen életre annyira szükségünk van. Ott egy batyú. Az mi? Ice kill. Ezt miért nem magyarosította? Oké. Okay. Mondjuk igazából a farmolás is kell, hogy csak harcolni. Az már belekötött a cicába. Mi volt ez a hang? Ja, ez a harcnak a hangja. Nina, köszönöm a 8 hónapot! 8 hónapja ingyen élő vagyok, ezt küldöm. Az a jéggel megtoktan... Hogy tanítasz képességet neki, ez neki nekem új? Na várjál, úgy akarok menni, hogy vissza tudjunk menni majd kirakni a bányászott cuccot. Visszatértem, csak változtattam profilképet, tök jó lett. Itt kitámadott kit? Ne harcikoljál már folyton, a dínom agresszív, gyerekek. Mindenkit eltapos, és lemaradt. Helyette hozzuk ki a bellosszomunkat, hát ha ő nem olyan agresszív. Jobb klik arra, amit felszedtél? Na meg fogom nézni. Majd bent, mindjárt megyünk haza, csak el kell vinni a bányászandó dolgot, ezt. És mi újság van, Krisz, akkor te is tolod a gémet amúgy? Hercegnő tekintete. Azt a izét csinálja? Akit letettem?
túl sok cuccot cipelek. Jó, mondjuk valahogy haza is kéne jutnom, de pont ércből kell nagyon sok. Ja, már nem tudok ugrani, az baj. Innen mindjárt haza tudok menni amúgy. Ja, most realizáltad a szívet, amit mutattam? Hát jobb később, mint soha. Nem tudom, arra érted-e. Ó, jó, itt még tudunk bányászni majd. Ide kell visszajönni bányászgatni. Madarat nem tudom, hogy végül fogtunk-e. Azt hiszem madarakat talán nem. Hello, Tifi! Bocsánat, hogy megzavartalak live nézésbe. Emilio és Tina live-ot néztem. Néha én is beszoktam nézni a live-okra. Szerintem szórakoztatóak. Valamilyen szinten. Semmi baj, örülök, hogy itt vagy. YouTube-on egyszer fejeljük meg a lájkot. Köszi-köszi, támogatni szokásos módon tudtok. Szupercset, szupermatrica, tagság ajándék, illetve TikTokon bármilyen nemű ajándékkal. Tavaly ilyenkor már gyűjtöttünk el a születésnapjára, de most nem terveztem neki külön nagy meglepetést, úgyhogy ha bárki bármilyen donation-t beszeretne dobni a héten, maximum elteszem neki, de most külön nem terveztem gyűjtést. Tavaly ilyenkor gyűjtöttük a nyaralást, ha emlékeztek. Hello Emma! Épp mesélek, hogy Isztambulban volt... Jó, biztos. Ja, mesélik, bocsánat. Igen. Na, tehát ignotot kell csinálnunk, azt hiszem, és ahhoz kell ez a rengeteg érc. Na jó, 28 az már valami. Basszus, pont raid van! Jókor jöttem vissza, viszont nézzük meg, hogy működik-e, amit kitettem oda. Miért nincsenek ott a palok? Vagy ilyenkor mindet itt ki tudom oda dobálni? Nem valószínű. Srácok, ez azért van, hogy itt kéne legyetek. Ezt hogy tudom aktivizálni majd? Haló? Ignot, tök mindegy, én úgy mondom, hogy ingot. Vagy ignot, tök mindegy. Haló, itt kéne állnotok. Szarnak bele abba, amit mondok. Olyanom még nincsen. Kell. Hát, ennyit erről. Miért nem jöttek ide? Ezt nem vágom. Én kipróbáltam, de nem vettem meg a szímeset, eljutottam valameddig, de annyira nem jött be, értem. Hát igen, ez ilyen ízlések és pofonok, tudod, mint az összes játék amúgy. Jaj! Igen, tehát... Nem lettek ilyen gyíkjaink, ez ilyen ruhás Spyro. Szia, Baxi! Baxi, tudsz nekem súgni? Miért nem mennek oda? Direkt kiraktam négy ilyen szart, mármint bocsánat, négy ilyen csodás építményt ide, hogy ide gyűjjenek a harc előtt, és senki nem jött ide. Na, ez legalább készül. Már amit majd ugye le kell tennünk, az a bolyhos pálca ágy. Addig legyen őkin. Nem tudom, nálam is van ilyen valami ízé, abszolút nem használják. Akkor jó, akkor nem csak nálam van ez. Melyikkel tudok B betű? Ágy. Ja, tudom, nem tudom. Hol van az a bolyhos pálca ágy? Máddig nem tudunk tovább haladni. Az ez lenne? Vagy azt mondtátok, hogy azt még nem tudom kiváltani, mert nem vagyok azon a szinten. Már emlékszik a halál.
De elvileg van egy cseng, amivel be tudod kapcsolni, ha most támadókra vagy munkára fókuszáljanak. Na, hát ez jó tudni. Jó, most akkor hazahoztam a csomó ércet. Oda kirakom. És akkor szerintem utazzunk egyet. Aha, fel kell oldani majd. Fergeteges. Hát akkor csak megyünk tovább. Hát ott nem tudtunk dínót elkapni, úgyhogy lehet, hogy itt kéne. Azt már levadáztuk, őtől lekikaptunk, de őt a boss fight miatt még egyszer levadázhatjuk. Igen, vannak egy páran, Dani, vannak. Közben köszönöm, hogyha nyomjátok a lájkot TikTokon, srácok, érjük el legalább az ilyen 5000-et, köszi. Meg kéne próbálni ezt a madarat. Nekem már max szintű bázisom, 47-es a karakterem, de még hiányzik 15 fajta pal, az igen. Hát ez csodás volt. Harc! Hát nyilván te kell lesz ide. Gyere már madár! Nem bírok addig feldobni! Erre megölte. Hát gratulálok! Hello, Ash! Döglött madár. Valaki döglött madarat? Eladó. Döglött madár tetem. Oda kéne menni. Kár, hogy még nem tudok kijelölni. Jó lenne, ha engednek kijelölni, akkor tudnám, hogy hol van. Melyik irányba nézek? Full másik irányba. Nem bírok tájékozódni, jó, ez valahol itt lesz amúgy. Ott egy láda! Erdő szélén ládikó. Van tüzes rókám, igen, benn van a táborba. Mondjuk eléggé buta vagyok, hogy három darab fűtípusú temet, palt hozok. Pro tip, mikor kiküldöd a parodat harcolni, akkor négyesen meg tudod nyitni a menüt és megmondani neki, hogy most ne támadjon, vagy támadjon, mielőtt meg tudom állítani. Ja, négyes gombbal, jó. Sárkánya? Ott van benne az is. Ha erre a kékre gondolsz. De ez elvileg itt van, nem? Hát ide mutatja. Vagy ezt már többször nem adja be? Vagy lehet, hogy kijebb van. Az se kizárt. Hát itt nincs. Igen, igen, már szabadítottam ki táborokból. Itt csak szarvasok vannak. Van hangyúd, az mi? Mi az a hangyú, Baxi? Ez nem hangyú, várjál. Mi a hangyú? Lehet, hogy nincs. De mindjárt körbenézünk. Hát lehet, hogyha a sárkányt már elkapjuk, nem adja be többször. Ja, de ott van! Semmi, nem szóltam. Ott kószál. Gyere ide, fiam! Egy palakit lehet használni ejtőernyőnek. Akkor szerintem nincs. Hello! Gyere, csillet! Azaz, csapjad neki! Fogjunk még egyet. Hát, azt már nem fogjuk el. Izomerős paljaim vannak.
Mondjuk inkább új palokat kéne majd keresni. Olyan mókuskát már fogtunk, azt hiszem, vagy nem? Azt tuti, hogy fogtunk. Na akkor kószáljunk és nézelődjünk, gyerekek. Mindent is megkeresünk. Hogyha valaki hallja a furcsa hangot. Megtámadták a mamutot? Az kemény. Mondjuk el lehetne utána kapni a mamutot, azt úgy adnám. Próbáljuk be. De mamut! Még nem ellened harcolok! Na majd most? Oké. Gyere mamut! Mamut vadászat! Nagyon jó. Kemény hatokat toljuk. Jó. Amúgy nem állunk szarul. Vigyázat, támadni akar. Dave hatot a damage-el, de büszkén. Ott a majom! Majom! Gyere majom! Rossz gomb! Jó, mama! Harcolj már! Hát ezt benéztük. Oh-oh. Most már csak meg lesz. Nem? Ja, sima labdával nem lehet elkapni a mamutot? Az baj. Mit tudok a kontrollal? Ja, gurulni. De el akartam volna kapni. Ha lucky vagy, akkor tudod azzal elkapni, oké. Aha. Most vagyunk szarba. Gyere!
Vagy minden utána olvasok csetet. Nagyon izgul, így van, sziasztok, bocsánat, most már nézek csetet, bocsánat. Rendben, rendben, szia Krisztina, igen, Lucky Csirkét Maxinak nevezte el, így van, szia Zoé, jól vagyok, köszönöm szépen. Mindjárt mondom is, hogy hogyan tovább, haza kell mennünk amúgy gyógyítanunk magunkat, meg kihozzuk a mamutat. Kérdezted, hogy hogy telt a hétvége Zoé, jól, sétáltunk egy nagyot. Jana volt hádázni, voltunk moziba, aztán így ennyi, pihentünk, meg ugye én szombaton dolgoztam, azt hiszem, igen, meg tartottam egy Among Us live-ot, ami tök jó volt. Mi újság van a most érkezőknek, kérdezem, nyomjuk meg a lájkokat, az élő célba be lehet dobni egy rózsát akár, és megyek vissza gyorsan, mert hílelni kell. Mondjuk a mamuttól lefelé volt, azt hiszem, pont a cucc. Képzeld el, a Vonkát néztük meg, tudom, hogy nem most jött ki, csak elkezdtük nézni mozis verzióba, és annyira tetszett Janának, hogy mondta, hogy nézzük már meg rendes hanggal, mert amúgy majdnem nézhetetlenül gagyi minőségű volt, meg nagyon halk volt, és megnéztük moziba, most ilyen akció van a Sugar moziba, nagyon jó akció, mind a menüre, mind mindenre, a jegyár is olcsóbb volt. És egyik kedvencünk, nagyon jó, nagyon tetszettek a betét dalok magyarul is, pedig nagyon fikázták, pedig szerintem rohadt jó lett. És nagyon tetszett, úgyhogy az volt gyakorlatilag. Nekem is nagyon tetszett, még decemberben néztük meg Budapesten. Mi vártunk vele, mert úgy volt vele olyan, hogy nem biztos, hogy jó lett, de megbeszéltük, hogy innentől kezdve nem is fogunk olyat mondani, hogy csak vélemény alapján nem nézünk meg valamit, mert például nekünk meg nagyon bejött, nekünk is nagyon tetszett. Igen, mert nagyon musicales volt, és Jana nem szereti a musicaleket, és ezért lepett meg, hogy ő mondta, hogy nézzük meg moziba. Annyira megtetszett neki az első 2-3 dal, vagy 4. Azt nézem, hogy hol tudok hazamenni közbe. Most, hogy leszedtük a mamutot. Talán erre. Gödöllői moziba látod a párod, de az is tök jó. De most ez fönt van? Gondolom fönt. És köszönöm azt is, hogyha megosztátok TikTokon. Hogy nem lehet szeretni a musicaleket, mikor énekelni meg imád? Hát kérdezd meg mondjuk egy metal énekest, hogy nem szereti a mulatost. Nem tudom, a musicaltől a frász, a musicalek, meg az operett, az a kettő műfaj, amitől a falra mászik. És ezután jön a mulatos. De hogy a musical operett az nála kb. Esélytelen. És ehhez képest meg mondja, hogy látod, már ennyi éve velem van, már megszereti ezeket is. Valamiért azt nem szerette, sose. Kivétel az István a király, de az rock opera, az mégse csak musical. Muszáj hazamenni, meggyógyítani a palokat. Hát a mamma miatt azt is megnézegette, meg szereti, de alapvetően nem mondanám a kedvencének. Kettőt tudok csak, hát az is több a semminél. Kellene nagyobb labda is majd. Hú, bakker, aha. Jó, így már fel is élettek. Vagy nem, be kell tennem őket, várjál. Ugye? Hogy ahhoz, hogy, aha, ahhoz, hogy gyógyuljanak, le kell teljen idő, bakker. Jó, mondjuk ő túlélte. Ott a mamut. Hát addig kimegyünk nézelődni, én azt mondom, hogy viszünk magunkkal pár palt. A bakszit. Meg mondjuk egy tűzrókát följebb erősíteni. Ez mondjuk nem lenne egy rossz ötlet.
így. Ja, és még kajálni is kéne. Ha már visszajöttünk. Ó, tudok egy ilyet csinálni. Lát, musicalben nem mindig ugyanaz a műfaj, Hamilton nagy része hip-hop. Jó, mondjuk ez is igaz. Van benne valami. De lényeg az, hogy ez tetszett neki. Aztán most kedvem támad, hogy megnézem majd a Charlie és a Csoki gyárat, mert alig emlékszek valamire belőle. Közben köszönöm, hogy elértük az 1000 lájkot TikTokon. Szuperek vagytok, srácok. Mamut steaket csinálunk, ezt a mamutom nem látja, jó? Csak úgy mondom, hogy ott a mamoreszték. Találtam egy jó fánkos helyet Terészkör úton, ha érdekel. Na, majd küld el, ránézünk, hogy milyen. Mert tegnap ilyen tényleg csalónapot tartottunk, tehát tegnap mindent is kajáltunk. Somlói galuskát, fánkot, csokit, popcorn menüt. Nem is tudom, mit ebédeltünk. Meleg szendvicset, most már megvan, mert bevásárlás, ugye elmentünk bevásárolni a live után, ahogy mondtam. Muszáj, hogy legyenek, most süti itt a róka, várjál, ki kéne dobnom a rókámat. Gyere te is. F betű, süssed te is úgy. Gyorsabban sütünk addig is. Meg hát Disneyt meg szeretitek, nem? Azok is mind musicalek. Nem mindet szeretik! De jogos. Csilisbab meg tyúkus leves, az jó hangzik. Azaz. Vettünk trapista sajtot. Finom kolbászt. Akkor raktunk bele sonkát, meg ketchupot, ér, nagyon jó volt. Majd amúgy lesz egy cucc, majd annyit fogok kérni tőletek, srácok, akik néztek engem, be fogom tenni DC-re is, meg YouTube-ra, hogy majd lesz egy fotó Facebookon, amit lájkolni kéne, ez nem nekem kell, hanem anyukámnak, de hogyha segítetek egy darab lájkkal, azt hálásan köszönöm majd. Csak most írt rám, hogy ne felejtsem el. Nem felejtettem el, anya. Oké. Okay. Azt nem tudom, hogy mit kell csinálni ahhoz, hogy feloldjuk. Nem, szemüveget csináltatott, és elvileg, hogyha nagyon sok lájkot kap, akkor visszanyerheti a keret árát, ami 80 ezer forint, és akkor nyilván olcsóbban jön ki. Ennyire egyszerű. Hát ebből mondjuk nem ártana azért egy ilyen hatot. Én most Husband Hotelt néztem meg, szintén musical sorozat, de én tudom, nagyon-nagyon csúnya dolgok vannak benne, én már elkezdtem nézni. Ajánlották nekem is. Aztán, ha nem nyeri vissza, nem dől össze a világ, de mondtam, hogy anya, azért megpróbáljuk. Mondta, hogy számít a mongúftákra, azért anya is cuki. Mármint, hogy így felétek is. Mindig kérdezi, hogy mi újság van. Meg beszokott köszönni. Olyan kis bolond volt, azt mondta, hogy azért nem köszön be néha TikTokon a live-ba, majd nem akar engem leégetni, hogy mindig nézi a live-okat. Én meg mondtam, hogy de bolond vagy, hát köszönhet. Hát gyerekek, hát nem dől össze a világ, ha valakinek anyukája beköszön, ha nem? Hát de. Meg újra elkezdtem verset írni, majd mi volt még hétvége, írtam kettő verset is. Egyiket azt hazaúton a metrón, másikat meg munkahelyen volt időm gondolkozni. A metrós az amúgy jó lett. Csak azt mondta, hogy ne mondjam meg, hogy mire gondolt a költő, meg kétértelmű. Majd lehet, hogy lesz róla videó. Amúgy csak társadalomkritika az egyik. Másik az meg méről jövő gondolatok. Csak hát ugye ilyen tartalmat nem sűrűn szoktam csinálni. De most újra nekiálltam aktívan verseket írni. Javítatni kell, meg kajáltatni azt néztem, hogy de most a bogyóból ezt tudom már adni magunknak. Őt kell feletetni, a Baxi, éhes a Baxi, gyerekek, csak a Baxinak kaját. Meg a Doris is éhes, úgy. És akkor javítassunk cuccokat.
Ha elkészültek a pargömbök. Aha. Úgy, meg is vagyunk. Most jelenleg sem Facebookot, sem Messenger, sem Instagramot sem használom, közösségi média tilalom van számomra, sajnos nagyon lefoglalt és nem figyeltem a környezetemre. Ó, ezt sajnálattal hallom, de ezt észrevettem, hogy eltűntél bizonyos helyekről, de akkor az ezért van, így már értem. Hát van, amikor kell szünet, én most azért is, mint láthattátok, a tagok láthatták, hogy péntek, szombat, vasárnap live nem lesz, csak videó, pont azért, hogy kicsit én is Janával legyek, meg a közvetlen környezetemmel, stb. Úgyhogy nekem is ilyen 2-3 hetente, 2-3 nap social media nélküli dolog az kell, és én is próbálom bevezetni tavasztól, meg még többet, hogy kirándulunk, meg ilyenek. Megpróbáljuk le, de most várjál, most a főpalok, mennyi idő kell még a gyógyulásukra? Mert hogy gyakorlatilag... Hát, még 3 perc. Jó van, elviszem őket, elmegyek velük. Mondjuk csak lenézünk ide, hogy ott, a felől, ide lenézünk, hogy itt mi van. Legyen így. Aha. Várjál, melyik részen nem volt? Oda akarok lenézni, úgy. Nekem ugye részben a gamer munkámhoz elengedhetetlen wiki, tehát én ezért nem tudom teljesen elhanyagolni, de megértem. Baxi, tényleg éhes, de megy a hasa, nem mer enni. Ó, hát akkor a csilisbab nem tenne jót rá, az tény. Hát vigyázz meg, de még mindig beteg vagy, Baxi, vagy csak úgy valami szart tettél, már mint hogy rosszat. De vízben nem nagyon akarok úszkálni, úgyhogy így gyalog megyünk, óvatosba. Aha, ezen a részen még nem voltunk. Ott van valami kis mókus, azért mondjuk be kéne repülni, meg ott egy barlang. Akkor már barlangot is megnézzük, ha már ide vagy a barlangba voltunk, már franc se tudja. Na jó, másszunk oda felén, azt mondom. Remélhetőleg meg leszünk. Stamina ügyileg. Nem biztos. Ho, oké. Szerintem valami rosszat ettem, mert szombat este óta megy. Az nem jó. Na, egy szívecskét küldjünk a Baxinak, srácok. Ott egy láda van ott szembe? Az ott láda? De arra már voltunk. Azt honnan tudom, Baxi, hogy voltam-e már a barlangban, vagy nem? Mondjuk látni fogom, hogy mi lesz bennem. Én meg a hülye kérdéseim. Kevés a vízipal. Mármint, hogy így a Pokémonokhoz képest tele szokott lenni tentakulla, meg mindennel. Itt meg azért nem hemzsegnek a vízbe a palok. Ha, mondjuk minden barlang ugyanúgy néz ki, de... Ó, bakker! Harc! Ez kicsit égő nekik, de hát van ilyen. Szép volt! Kis tűzróka. Ügyes vagy. Jaj, tudom így használni, hogy ne fázzak! Halló? Nézd már oda! Lehet többször is menni barlangba, és mindig más van benne. Na, ez például egy jó információ. Na gyere, Baxi! Nyomd le őket! Baxi nem apróz, ő süt. Lángvetőként is tudom használni, az úgy jó hangzik. Elküldtem a fánkost, meg fogom nézni. Lehet, hogy Baxi ide túl agresszív.
Szép mamut. És itt van valami érdekesség? Hát nem nagyon. Azt látom, majd lehet mamuton lovagolni. Egyből megvan a vége, azok még sűnik. Jolthagok. Azt lehet, hogy már fogtam. Nézzétek, hoztam nektek valakit, bemutatnám a mamutomat. Az úgy gyönyörű volt. Hát... Halló! Megölt a sündisznó. Ez egy rip, így van. Hát ennyit a sündisznókról. Mondjuk a tűzróka amúgy nem lenne rossz ötlet. Mamutot azt még várok, amíg elérjük a szintet. Majom mindenképp. Nem tudom, melyik dínom jobb harcba. Menjünk így. Mit ástatok nekem? Ok. Elefánt, te mit csinálsz? Be vagy szorúva? Na, megyünk tovább. Ja, várjál, lehet, hogy javítanom ki a cuccokat. Igen, ezt láttam, ezek ilyen fegyverek. Nem ez kell. Hol a javítatom? Aha, ezt összetörte. Na jó. Most, hogy megvan a team, nézzünk el újra ide. Jaj, ez megint az agresszív madár, haló! Menj már innen! A madarat léci! Demir! Hogyan lehet Baxi a védelmünket erősíteni, vagy hogy ne pusztuljunk meg két ütésből? Ha már nagyobb szintű vagy, súg már létszi, mert ez idegesítő lesz hosszú távon. Elvileg vannak típus cuccok, de hát ugye elektromos támadást csináltam, csak szart se ért. Mit kell kifejleszteni, hogy erősebbek legyünk? Jól tudom, vinni kéne az idegesítő szellemet. Páncélt, meg jobb ruhát. Na várjál. De ahhoz kell ilyen recept, vagy nem? Most akkor kérdezgetek, mert itt van valamelyikben recept, csak azt tudom, hogy használom fel. Hol van? Hát mondjuk egyrészt ezt ki tudom addig ide tenni. Tehát, hogy itt kéne ezeket kifejlesztenem? De hát ezek már vannak, vagy milyen páncélra gondolsz, Baxi?
Lángorgona kell hozzá. Technológia fülön, na várjál. Tehát itt mindig nézem lejjebb, aha, miket enged. Ott a bolyhos ágy, amúgy ezt kell csinálni. Igen. Csapda. Ruházati, az ilyen gömbpáncél is kell, mindkettőt fel tudod venni. Ja, hogy van ilyen külön, hogy ruházati, vagy hogy? Aha, itt lesz majd 25-ön. Mondjuk ez se, a hidegállót se csináltuk meg. Hát jó. Most már akkor elvileg meg tudjuk azt a két ágyat csinálni. Ágyakból áll a területem. Hát. Úgy. Csodálatos. Kalapálunk. Gyere majom, üssed! Guten Tag, Hermogrufta, Guten Tag, Ádám! Vigét ez dír! Ich bin müde. Ja klar, dehogy is. Szia amúgy. Én jól vagyok, köszönöm. Rendben van, köszönöm, hogy itt voltál, senki lánya. Alles gut. Sehr gut. Király. Na, meg lett a két ágy, akkor tudjuk most már fejleszteni a bázist. Tökéletes. Gömbszerelő sor, meg erőmű generátor. Az igen. Na várjál, ki tudunk dobni még egy pal dolgozni. Dolgoztatjuk itt a palokat. Nem küld a TikTok értesítőt, ezt észrevettem. Nálatok se szoktam kapni. Meg magamnál is látom, mert ugye meg van nyitva a modizós fiók, az se kap. Tehát a TikTok az most el van csesződve egyszerűen, Ádám, úgyhogy megértem. Nem, vettem másik kamerát, nem sikerült. Itt volt nálam Baxi, a barátom, és nem működött úgy egyáltalán. De összegyűlt annyi cucc, hogy meg tudtam venni az újabb kamerát, úgyhogy most jobb minőségben vagyunk YouTube-on, és itt pedig a régi kamera. Kit hozzunk ki dolgozni? Baxit beállítjuk dolgozni. Szerencsés és ügyes is. Hajrá, Baxi! Gyere dolgozzál! Erre csak felugrik oda. Hát jó. És akkor így már megleszünk elméletileg. A páncélt kell még kifejleszteni. Géped amúgy milyen? Egy erősebb gamer gép, de nem a legerősebb. Félmisis gép, mert egy picit több. De nem tudom pontosan a nevét meg, hogy milyen cuccok vannak benne. Arra jó volt, hogy tudtunk váltani, hogy elfutnak a gémek, de például az avatar az nem futott már el. Vagy itt is volt egy fémpáncél, várjál. De melyik körpáncélt mondtad, Baxi? Vízikút, fémsisak. Aha, mondjuk a vízkút se rossz. A díszeknek is van haszna, jó. De akkor most ezeket meg kéne csinálni. Aha. Ó, ehhez is sok minden hiányzik. Training bábú. Tábla. Ne, ez nem kell. Védelem, oké. Bútorok.
Tábortűz az elég egy. Jó, akkor ez mégse kell most. Még egy ágyat kell letenni. Barkács asztalban a ruhák alatti sorban. Mindjárt nézem, Baxi, mert ez most így nekem már nem is ott vagyok, nem mond semmit. Úgyhogy nem tudom, Ádám, próbáljuk sokszor kilőni az élő célt. Köszönöm a szívlelést. Valamiért nincs hangja a jelzéseknek. Tehát úgy el van állítodva a TikTok is, mint a fene. Mert hogy elvileg kellett volna hangjelzés. Mindjárt bedobok egy rózsát, hogy van-e hangjelzés. Ja, nincs egy koinom se a modison, ennyi. De hogy valamiért meg van hűve. Ja, szívlelj engem, az eleve külön van. Nem szólt a rózsa se. Hát én ezt nem értem. Köszönöm szépen, mindjárt ránézek. Köszi a rózsát is. Szívlelj engem, az mindig fontos, azt köszönöm, hogyha berakjátok, csak egyszerűen nincsenek hangok se. Pedig nincs ellenémítva. Mondom, meg van hűve a stúdió. Láttam, múltkor Lau is ki volt készülve, amikor toltátok a lolt. Nem vágom. Most megnézem gyorsan a figyelmeztetőt. Nem, mindig egynél már szólt. Vagyis hát... Hol vannak az én beállított hangom? Kitörölte a beállított hangokat? Haló? Jó, majd akkor újra kell állítanom. Jó, most ilyen minimális jelzés van, de hát ez semmi. És akkor Baxi, amit mondtál... Barkács asztalban a ruhák mellett. Már is megyek. Barkács asztal. De ez egy javítópad. Az melyik? Aha. Itt vannak a ruhák. Ja, ez a közös pajzs. Erre mondod? Hát igen, majd ezek kellenének, kell klót. Ezt mindjárt megcsináljuk. Hello, pipikék, biamizu. Teszteltél és nincs hang? Tényleg küldtél még egy rózsát? Akkor be van bugolva, pedig én most beállítottam és volt hang. Meg a pajzsot, várjál. Kell hozzá ősi civilizáció, meg paldium töredék. Azt akkor valahol csinálni kell, várjál. Azt nem tudom, hogy hol tudok. Azt tudom, hogy a paldium töredéket azt bányászni tudok, de az ősi civilizációt azt fogalmam nincs, hogy hol kell. Illetve itt tudok csinálni a kőből, nem feltétlen kell bányászni, várjál, csináltassunk egy ilyen 50-et. Így, 59-et. Én jól vagyok, köszönöm. Köszi Ádám, és majd ránézek, valamiért nem jelez a TikTok hangokat, meg semmit. Hát fergeteges. Bosszok dobják, akkor menni kell bosszozni. És köszi, hogy itt voltál, Ádám. De azt, hogy a mamutot legyőztük, az egy dolog. Ezt is itt, aki itt volt, azt is le lehet még egyszer, vajon? Mindjárt megnézzük. Hát de mondjuk pont páncélt akarunk csinálni, és így nem tudunk, ez így nehéz, de... Nem baj! Megleszünk. És neked hogy telt a napod, Bia? Addig gyorsan megosztom a live-ot TikTokon. Aki még nem tette, YouTube-on nyomjon egy lájkot, srácok, támogatni szokásos módon tudtok, szupercset, szupermatica, tagság, tagságajándék, TikTokon pedig a kilőjük az élő célt, vagy hogyha minél több lájkot hagytok, azzal is tudtok támogatni. Na, mert Baxi, fel kell erősíteni a csapat, mert a csapat az már tök jó, csak én ne halljak meg egyből, inkább azon kell dolgozni. És talán ez a nehezebb része.
így. Lesz abból is egyre erősebb ok. Tehát, hogy egyre erősödni fog. Vízi csirke! Kaptunk tojást. Az ott mit csinál? Az. Kicsit fennakadt a dolgokon, nem? Erre mondják. Hát ez boss volt, úgyhogy megpróbáljuk lenyomni. Újra. Hát akkor harcoljunk. Hatalmas kettőket ütök. Itt leharcolják helyettem. Azt mire kijelölteti a golyót magából, már rég máshol vagyok. Ja, hogy ez tud tüzet? Na nyomjad, majom! Én nem azt akartam rádobni! Áj, gyerekek, ez nem jó! Oké, szia! Ezt hogy győztük le a múltkor egy részt? Le van gyengülve a karakterem cseszettül. Ez így nem jó, Baxi, akkor nem bosszozok. Ezért nem szeretem csak az open world játékot, mert nincsen tematikája, hogy miután mit csinálj. Ezt tartom még most is. Megdeglettünk. Elkészült a sült csirke, süssé tojás. Jó, akkor kisebbek ellen harcolni kell, vagy valami, mert fontos lenne az, hogy tudjunk erősödni. Akkor újra vándorlunk, nem bosszozunk, mondom vándorlunk. Elnézünk lefelé teljesen a barlangon túl. Bár ott már volt, de arra el kéne menni. Jó, innen megyünk. Dévés, hogy megálmodja, hogy mit, hogyan. Című rovatunkat láthatták. Szia, John. Bakker, már rám támadnak. Majom! Nehogy már ez is megöljön. Na azért. Mondjuk ez praktikusabb. Ott egy rája. Annak úgy kampó, ezt gondoltam. Nem erre van az új terület. Ott egy szép alpakka. Nehezen. Mert mindentől halunk. Próbálok harcolgatni is meg minden.
Spirit. Nem akarok ilyen nagy labdát, de miért erre áll a labból? Mi hát mondjuk elkapni, legalább elkaptuk. Aha, na arra lesz a feloldás. Köszönjük, hogy eldobtad. Ott a füstjel, ott tábor van, azt ismerjük. Megnézzük erre tovább itt fent, mi található. Tojás. Helyes. Ó, meg a retek gonosz madár. Meg farkasok. Ú, te ott mennyi ilyen madár van. Mondjuk ezek meg kicsinálják. Nem hiszem el. Nem dobok el addig. Nem tudom benyomni a négyest olyan gyorsan, Baxi, annyira nem áll a billentyűre még a kezem. Ó, basszus, itt lesz éjszakánk. Na már, mert akkor semmit nem mentünk előre. Ne legyen még éjszaka. De itt hol? Ott egy láda. Nem találom a feloldandó cuccot. Várj, csak mondjuk. Ott van. Gyere ide. Ahogy így lehet lángvetőzni, jó, megvan. Feloldott gyorsulási rész. Megleszünk, megleszünk. Itt őt kéne legyőzni, de hát ilyen már van, biztos nem őt. Ja, hogy ott van bent valaki, aha! Kardmester. Na gyere. Gyere rám, kardmester. Megnézzük, mi az. Hú, 23-as. Basi, busi. Oh! Szia, Vákos 2008. Aha, jó, ez azért sebzett rá. Imádom, hogy rossz gombokat nyomok. De ne már! Hát éppen váltani akartam palt! Na, ezért mondom, hogy a maz borzalmasan megy, mert minden megöl. Azért az előző live-okban nem haltunk meg egyből. Legalábbis én nekem úgy rémlik. Nem tudom, mi volt a különbség. Érdekelne, ha valaki tudja. Itt egy tábortűz. Na, egy hajó törött. Gyújtsunk be neki? De ne! Én csak begyújtani akartam a tüzet, te agresszív vadállat! Hát, kösz! Megvadult a róka, gyerekek!
Legalább ezeket összegyűjtögetjük. Valami ez úgy is kell majd tűz cucc, úgyhogy akkor el kéne kapogatni, mondjuk kár, hogy csak ilyenek vannak nálam. Vagy hát nem kell elkapni, elég, ha megverjük. Úgy. Vagy ez ilyen őzik-e? De megint miért a nagy labdát érzékeli először, srácok? Megőrülök, hogy nem lehet beállítani. Jó, chill, Dave, chill. Hú, a mamutot hagyod békén? A mamutot nem bántjuk. Itt még nem voltunk. Na, itt még nem voltunk, gyerekek. Ez nem tudom, mi ez. De álmába lopom el. De ez egy krimis volt, jó. Hát, az is kijött. Maradj benne! Hát, meghaltál! Kell neked itten nem benn maradnod a labdába. Szia, Diszti! Ha van tippet, hogy tudok erősebb lenni, mert gyakorlatilag mindentől meghaltunk ma, bosszoktól, random paloktól, úgyhogy valahogy majd erősítenem kéne a páncél, de ahhoz meg cuccok kellenek, amit a boss dob, tehát itt meg vagyok akadva jelenleg. De örülök, hogy benéztél, hogy vagy? Nagyon jól esik, hogy jöttél, na várjál, világítsunk. Addig is mondtam, hogy akkor fedezünk fel területeket, kész. Azok ottan mik? Ja, a húkra tészek, azok a... izék, baglyok. Szia, Émi! Mindenkit, aki palozik, várom a tippeket, hogy ne halljunk egy ütésből. Szia, húkra tész! Várja, hogy csillog valami. Tojás. Mizu van, Émi, meséi. Szia, Dia! Hogy vagy? Hogy telt a hétvége? Igen, most már új hét van. Ezen gondolkoztam közben, mire kimondtam. Nem tudom, hogy fogtam-e már olyan Robit. Na most igen. 100%-nál tuti megvan. Viszont látásra. 10 percet végeztél a melóval, akkor jó pihenést. Legalább gyűjtünk egy csomó lángorgonát, meg feloldjuk a térképet. Arra is tök jó. Gyönyörűen mellé lőttem. Na most már reggeledik, vagy hajnalodik. Reggeledik, köszönjük, Dave. Ó, ez de jól néz ki, ez ilyen elektromos tojás. Aha. Hát a Univolt ellen még esélyünk nincs. Az egyértelmű. De körbenézni azt azért tudunk legalább. Ott van valami cucc. Tudom, azt mondta Krisz, hogy ezeket tudom majd használni.
rájuk nyomva. Kicsi lamballok. Tegnap annyit tojást szedtem, hogy avval volt tele az invertorig. Ja, a saját palomra lövök, kit érdekel. Tanult fűtornádót az egyik pal. Nagyon jó. Legalább kapunk XP bónuszokat. De várjál, itt van, amit nem oldottam. Na, itt ezt nem oldottam fel fent. Akkor meg fel kéne mászni, várjál. Tegnap ettem pár kocka csokit, ma meg szarul lettem tőle. Ugyanúgy inzulin rezisztencia miatt sajnálom. Kitartás, diszti. Akkor ez még feljebb lesz, aha. De legalább azt a kis zöld cuccot felszedjük. Képzeld el, akik lemaradtak, srácok, elkaptam egy mamutot a mai live-ba. Köszönöm szépen, hogy lájkoljátok az élőt, toljuk fel 5000-ig, köszönöm. Ha már a TikTok algoritmusa most nagyon leromlott, azért is írta Ádám, ugye a szinesztiás Ádám, hogy nekik is alig van nézőjük, meg nekem is. Tehát, hogy konkrétan itt tényleg voltak eddig náluk 150, meg 100-an, és most múltkor voltak 16-an. Nálam is vagyunk 3-an, múltkori palnál meg voltunk 20-an. Tehát, hogy valami nem okés az algoritmusa, de sok update az nagyon sokat rontott rajta sajnos. De ez ilyen. Na, itt is van egy torony, aha. Gomba. Ezt majd meg lehet főzni. Várja, az ott mi? Az egy labda? Ott van! Én okos azt gondoltam, hogy fekete csokiban nincs cukor. Lehet elvileg cukormentes csokit venni, diszti. Vagy szerintem van olyan. Gondolom én. Muszáj fejlődni, azt meg harcokkal tudunk. Most ilyenekre harcoljunk. Végül is. Az is XP. Tengeri szellő szigetcsoport templom. Ez valami nagy harc lesz szerintem, vagy nem? Ja nem, ez csak ilyen... szobor. Meg láda. Arany, meg kenyér. És ezzel meg semmire nem mentem. Meg egy pici gomba. Tele van a leltáram, basszus. Az nem jó. Akkor muszáj vagyunk hazamenni egy picit. Hol volt a cucc? Habár oda most már bemegyek harcolni, mit tudok eldobni? Melyik az invertár? Annyira nem logikus, hogy nem az I betű. Még mindig tanulom a betűket, gyerekek. És itt még nem tudom a következőt. Eszk. Na hát az meg a leglogikátlanabb. Eldobunk magukat. Legegyszerűbb XP farmolás, első főboss levelése, kő átalakítása, kék kővé. Nem tudom, az első főboss levertem más srácok? Meg még a kő sem mond semmit, hogy melyik kőre gondolsz. Valakit már győztem le, csak nem vagyok benne biztos, hogy ez az. Oh-oh. Na gyere, öcsi!
Hello. Ja, azt a villámmedvés az már megvolt, igen. Azt már győztem le. Na, van most már Jolthogunk. A mamut. Szia, csak egy pizza szelet. Többször érdemes? Ezek meg fognak ölni engem, nem? És a róka most nem harcol, csak halkan jegyzem meg. Hol az íjam? Nyomjad majom! Mi újság, pizza szelet? Azaz. Hey! Jó, nagyon jó, menjél majom! És mozogni kell, mint Fortnite-ba. Csak ne a mamutat üsd meg, kérlek! Jó, ez is megvan. De hol is nyomtuk le az első főbosszt? Ez volt a kietlen templom. Mert ezt jól tudni, hogy többször érdemes ugyanazt lenyomni. Ott volt a Jolthag. És akkor innen hazamegyünk. Majd lassan. Ott a tehén. Gyere, mú! Jó erős ez a piócamag támadás, már nem azért. Harcoljál meg vele! Szétbombázza körülötte. Jó, nagyon jó. Ez nem egy utolsó támadásos dolog. Tetszetős. Na várjál. Szobor. Na, go haza. Felgyógyítjuk magunkat és megpróbáljuk akkor újra a boss-t. Meddig lesz a live-ot, Dave? Hát olyan 8. 7-8. Nem tudom. Láttam, hogy kaptál kártyákat, majd én is kíváncsi leszek rá, hogy miket nyitsz. Vagy kaptál, hát vettél. Kaptál, Dave, és a téves információk. És most már lehetne lassan a nagyobb ágyat, vagy?
Vaxinak szorulása van itt, vagy mit csinált? Ja, lerakott egy tojást, köszönjük. Ezt telibe láttuk, ahogy kitoltak. Lehet nem várom ki a bontogatós live-oddal. Hát figyelj, maximum bonts ki, és gyere vissza utána nézni, hogyha van kedved. 24-ig már felmentek pedig. Szia Sára, meg vagyok, köszönöm, csak az picit elszomorít, hogy a TikTok nem küld értesítés, meg semmi, meg a hangokat is az update óta kivette, a jó lesz a szamár is, ha nincsen lót, a donate hangot is, úgyhogy el van csesződve jelenleg a TikTok, de annyira nem vészesen elszomorít, tehát nem úgy kell képzelned, hogy jaj, de rossz nekem. Ezt a számítva meg minden jó, voltunk sétálni tegnap, moziba pihentünk, stb. Csak jó lenne, ha minden jól működne egyszerre. Meg hogy te tudnék haladni a játékba úgy, hogy nem halok meg, az se lenne egy utolsó dolog. Alszunk egyet. És te hogy vagy, Sára? Milyen napod volt ma? Már ide nem tudok betenni semmit. Az mikor volt, Émi? Mert egy pár napja vettük észre, hogy nagyon sok hiba van benne. Előbb azért jött Ádám is megkérdezni, hogy miért. Melyiknél van a boss amúgy? Jól vagyok, napom is jó volt, most értem haza lovaglásról. Tényleg akartam kérdezni, hogy milyen volt a lovaglás, vagy hogy amikor mondtad, hogy egész napra oda voltál, vagy így mentél. Péntek vagy csütörtök? Azóta látjuk a hibákat. Aha, fasza. Jó, hát akkor ez így megvan, hogy mi okozza, vagy hogy miért. Konkrétan azóta vannak nálunk is ezek a problémák. Amiben zene van, de miért például ez egy gameplay live? El tudok vajon addig repülni innen? Kár volt. De mi volt az, el tudod röviden mondani, Émi? Mert le vagyok maradva. Nekem ez az info most kimaradt. Aztán mikor hazaértem, beléptem a live-ba, és pont akkor állítottad le. Jaj, ez a tegnap? Bocsi. De ne ezt a nagyot! Alig van ilyen labdám. Hallod, nehogy már a kacsa megöljön. Nyomd le a kacsát! Úgy. Ja, péntek esze szó, igen, igen. Már összefolynak a napok. Hát, van ilyen. És akkor őt nyomtuk le az előbb, várja, enni kéne. Leltár. Hallom, hogy éhes vagy. Mit tudunk még enni? A bogyót. Húst azt megeszi így a gorilla nyersen? Hát nem feltétlenül ült neki. Bossnak teleport ikonja van a térképen? Ez nem az akkor? Rendben, jó tusolást, és akkor várlak vissza utána. Hát reméljük, hogy most is sikerül leverni másodszorra.
Már most mondom, ma minden egyből megölt. Egyszerűen. Csász meg! Nagyon levitte a HP-m. Töltődnöm kell. Hajrá, kecske! Legyőzi vajon a kecske? Mindenki a csatra szurkoljunk a kecskének. Röviden lejártak a szerződések, egyik fél se hosszabbította meg, de lehet, hogy megfogják. Vagy hogy csak így elfelejtették és majd pótolják, úgy értem, vagy nem is akarják eleve. Nem tudom, hogy mennyire van erről információm. Most már fogy a kecske élete. Most nem tudom a 44-ekkel mire megyünk, de... Nyomját, kecske! Oh-oh! Bakker! Gyerünk, gorilla! Jaj! Nice! Akkor ez olyan, mint Genshin, vagy többször le kell nyomni őket. Halli Krisztina újra. Kiderült, hogy a TikTok nem jelez se hangot, se semmit, úgyhogy majd valamikor megint reméljük, hogy jó lesz a donate jelzés, meg minden. Jó pihenés, csak közben ilyenek derültek ki, hogy sok hiba van. És erre most mit kaptunk ezzel, hogy ezt legyőztem? Szintelést? Aha, ez kell nekem a jobb páncél. Meg most már akkor tudok ilyet? És ezzel én is tudok harcolni a lőszerrel amúgy? Ültetés, lett zongora. Elmentek TikTok nagyobb bevételt akart a zenékből, ezért nem lett hosszabbítás. Ó, értem. Hát az szomorú. Na, ezt legalább szépen lenyomtuk. Zuhanás! Gangsterek vannak, meg sparkok. Itt kis rókák. De nem tudom, hogy nyitod meg a stat menüt se, Émi. Tehát, hogy annyira nincsenek meg a gombok. A B betűt vágom, és ennyi. Tab. Na azért nem jutott ez sose eszembe. És mire nyomjak? Nyilván a védekezés kéne, de az megvan. Vagy egészség? Legyen az egészség. Menj már innen. Súly és stamina. Ok. Na legalább ez is megvolt.
Gyártek disznót. A másik! És milyen napod volt amúgy, meg Krisztina? Nyugis, eltelt, semmilyen, semleges. Átlagos. Azt nézem, most merre megyünk. Nyugisabb volt, na helyes. Hali újra es. Ott kecske van. Ott egy tojás. Ott egy láda. Szép napokat itt is. Na, meg a gömb. Ott is ott egy láda. Kis jégeső támadás. Na, maradjál benne. És hol a majom? Au. Igen, ott az elefántunk. Itt a következő barlang, jégeső zivatar. Na 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 na, elveszett tőlem a dalt. Köszönöm szépen a 2000 lájkot. Köszi, akik lájkolnak, hajrá, hajrá. Na. Újra bent a barlangban, reméljük most nem halunk meg. Mint előbb. Azt felgyújtottuk, viszontlátásra, csókolom. Megfogadtuk Baxi tanácsát, hogy érdemes többször bejönni. Daydream harc. Szép. Ez nem volt nehéz. Méregmirigyet adnak, aha. Várjál, erről jöttünk be, vagy nem? Össze vagyok keveredve. Merre? Van az arra. Na jó, nyilván arra, mert ott vannak fákják. Úgyhogy megyünk oda. Ott vannak a fulderek. Egyiket elkaptuk. Azt nézem majd a YouTube-nál amúgy, hogy lehet, hogy majd sötétíteni kell a kamerám, mert nagyon-nagyon fénylik. Várjatok. Hát ez így még rosszabb. Jaj, beződít a fejem.
Hát mindegy. Én megpróbáltam. Sikerült bázis leraknom egy bánya mellé, tízes területen, folyton van vasam, de jó neked. Elkezdtem megnézni a dinasztiákat. Fél részt néztem, nem volt időm nagyon folytatni még sajnos. Meg közben lejárt a Netflix előfizum, úgyhogy most nem újítottam meg majd valamikor. Máskor. Jó lesz szerintem, úgyhogy mindenképp érdemes lesz megnézni. Sokan szeretik amúgy. Hajrá, Róka! Azért mászkálok, hogy engem ne találjanak el. Majd valamikor folytatom. Egyik kedvenced? Hoppá! A shiny gyerekek! Elkaptuk! Megvan a shiny! Megnézed majd Szabin márciusba? Ja, nekem sincs ezt ugye gépen tudod a Netflixet, meg ilyeneket. Én mindent PC-n nézek. Bár tévén is tudod amúgy. Baxinak üzenem, hogyha kártyát nyit, hogy fogtam egy újabb Lucky-t. Köszönöm, adjátok át neki, léci. Nem tudom, hogy elkezdtem már a live-ot. Csak Netflixen van. Nekünk alapból Disney van családilag, és HBO az nagyon ritkán, Netflixet meg néha megújítgatom, de nem mindig. Telón, amúgy munkáján én is telón nézem. Teljesen jó a nagy képernyő hozzá, azért jó a, ez a teló. Nagyon nagy. Teljesen így működik. Sötétbe raktad le. És világosba láttad meg, hogy jébánya. Az úgy jó. Itt meg semmi nincs a fánám, elvileg itt szokott lenni ilyen bosszocska. Most kimaradt? Hát jó. A láda így is úgy is ott van. Ó, Rubin és a leltár tere, akkor azt jelenti, hogy kidobunk cuccot. Technikai kézikönyveket hogy használom fel, Émi, ez engem érdekelne. Robbanás, támadást kaptunk, gyerekek. Ó, nagyon sokan nézitek tévén, meg tévén is a live-omat, azt tudom. Arról szoktam értesítést kapni néha YouTube-tól, ilyen hülyeségeket néha elküld. Jaj, gyere madár! De nem jó, mert alá dobtam! Erre eldobja, köszönöm. Az irányítás az még mindig kaki. Az most hogy jött ide ki? Hát, így járt. Mondjuk hát hogy jött ki, hát kirepült. Nem kell nagyon okosnak lennünk hozzá. Oda be kéne úszni amúgy, csak nem tudom, van-e annyi staminánk, hogy megnézzük ezt a csontot. Én szeretem magammal vinni, amíg járkálok a házban, szóval én is azért nem. Aha. Ja, és úgy nézett közbe. Mondjuk az is egy opció.
Na, itt szerintetek lesz valami a csonton, vagy csak úgy fel lehet jönni, mert jó néz ki. Én tuti raknék a tetejére valamit. Majd mindjárt kiderül, gyerekek, hogy lesz-e valami. Hát ott szemben már látok egy zöld cuccot. Ott semmi. Mindjárt lemegy a napom úgy a játékba. Köszi, hogy lefújtad. Megpróbálok oda felmászni. Hát nem mindig, de apőle éhes vagyok, akkor viszem magam, maradék sem maradok le semmiről. Mondjuk az is jó. Az is egy opció. Ki fog bírni addig szerintetek? Szegény tűzi cuccat amúgy nem kéne vízbe sétáltatnom. Az legalább repül. Sehol semmi. Ott látom a tojást, meg azt megpróbálunk még oda is átmenni. Legalább fedezzünk már fel területeket is, ha már nem vagyunk még a legerősebbek. Egyébként tudom, a nyár még messze van, de majd szeretnék adni nektek valamit, szóval kaphatok valamit. Tessék? Majd szeretnék adni nektek valamit, szóval kaphatok valami kiinduló pont, amit szerettek Janával. Na, erre kíváncsi leszek. Nem csak a nyár lesz, áprilisban is Mongufra találkozza, a születésnapomkor tavaly tartottunk, és idén mondtam is, hogy nem is nagyon szeretnék más szülinapi ajándékot Janától, csak hogy most is tartsunk meg, ahova minél többen el tudtok jönni, beszélgetni, játszunk, csinálunk vlogot, meg hasonlók, úgyhogy terve van. Nem, húsvét az most április 1-jére esik, és nem akkor fogjuk tartani, hanem az első szombaton nagy eséllyel. Ha minden jól megy, persze, ugye ez még addig változhat, de ez van terve. Április 8 talán, vagy 7, nem tudom fejből, de előtte lesz videó, meg minden. Mondjuk már lassan eljön. Na ezért mondjuk megérte ide elbarangolni, csak most haza kéne menni, mert sötét van. De hamarabb fogok meghalni a vízbe szerintem, mint hogy én bárhol haza esek. De akkor már nézzük meg azt a nagy sziklát, nem sziklázunk. Sajnán nekem az nem valószínű, hogy jó, de nyáron minden jól meg tudok menni, csak nem tudom minek. Ja, ezt még gondolom majd folytatod. Ide jön vajon? De nem jó! Nem jó gomb. Jó. Ja, hát nem tudom. Mindennek szoktunk amúgy. De ez annyira sablon. Az úgy jó. Két lövésből! Mondjuk így is úgy is haza akartam menni, csak na. Azt érzem, a játék nem akarja, hogy haladjak. És nem is oda ment, ahova akartam. Mindenki alszik, pihen. Na végre ezt meg tudom csinálni. Ugye ez volt a jobb páncél, ami kell. Jó, tojás. Ez mindjárt ki kell. Kéne még egy tojás kelteti, hogy haladjunk. Ó. Klót kell hozzá. Várja, azt tudok csinálni. Hát, de most ezt le fogjuk cserélni, ezt nem kell javítatni. Hol tudok klotot?
Nem itt. Itt mondjuk tudunk lisztet csinálni, ezt még nem is csináltunk. Ez hogy rakod bele a 8-at? Vagy ja, 11 kell hozzá sehogy. Ott van. Aludnunk kell, hogy dolgozzanak. Egyből beindult a munka, ezt közben ők belehozták. Úgy. Lángoló orgona, elektromos tojás, kéne láda is, várjál. Ahhoz meg ingot kell, nem hiszem el. Sosincs semmink. Ehhez meg érc kell. Gyerekek, nagyon jó, hogy nem úgy tudjuk csinálni a dolgokat, ahogy szeretnénk, de nem baj. Ez a játék nehezíti a dolgainkat. Nem baj, és erre amúgy tudom, hogy nehéz a TikTokon hosszan beírni, mondjuk YouTube-on sem mindig egyszerű, amúgy. Egyáltalán. Na. Legalább ezeket gyűjtjük. Baxi megette piros bogyók. Azt hittem itt a Baxi, aztán leesett, hogy a pal Baxi ette meg a piros bogyókat. Addig valaki dolgozhatna is. Jó, kell minél több ért. Főleg, ha csak emojit küld el a szöveg helyett. Na igen, a YouTube-on meg az a hátrány, hogy néha csak az emojit küldi el a szöveg helyett. Itt mennyi mindent kiástál nekem, köszönöm. Aha. Az a baj, ezt meg annyira eldobálom, de várjál, most máshoz kellett a cucc. Egyrészt a nagy ládába pakolunk át tojásokat. Meg ilyen fejlesztéses dolgokat, majd ezek valamikor jók lesznek. Húsi van, ez mi? Ja, ezt mondta, hogy ezt majd használjuk. De majd ezeket megkérdezem, aki ért hozzá. Tollacska. Technikai kézikönyvet se vágom, hogy hol kéne használni. Így. Hoppá! Level up-oltunk, gyerekek. Úgyhogy majd tudunk technikai pontokat felhasználni. De akkor fémládához kell, tényleg azért kezdtem el csinálni. Úgy. Minden pereg, gyerekek. Nagyon jó. Ad ide a klótokat. Már azt sem tudom, mihez kellett a klót. Hát ehhez még nem vagyunk meg. Építs meg gömbszerelő sor, mondjuk azt meg kéne tudni, hogy hova meg miért. Ez lenne? Melyik a gömbszerelő sor? Malom. Ja, lehet, hogy azt fel kéne oldanunk technológiába.
Erőmű, lámpa, felszerelt nyílpuska. Na ez mondjuk kell majd. Fémpolc. Gömbszerelősor ott van, szintelni kell. Nem vagyunk az a baj, le vagyunk maradva a színbe, hogy tudjunk haladni. Csípőlámpás, csípőre erősíthető lámpás. Az amúgy nem egy utolsó dolog. Csak úgy mondom. Aha. Jó, vannak itt jó dolgok, amiket fel kell oldogatnunk. És itt miért nem dolgozik senki? Ott van, őt kaptuk ugye, nagy ceca. Oda. Kéne még egy tüzes valami az elefánt helyett. Motivációs vezető, gyere. Nézd, motivációs vezető, ezt csináld. Oda. Ezt mire írod, Krisztina, amúgy? Ja, hogy amiket hibákat csinálnak? Hát sajnos ez ilyen. Éhes az a szellemünk, hol van? Valahova beszorult, aki azt írja, hogy már egy ideje nem evett semmit, várjál. Tűzróka, te ott megint mit csinálsz? Tök jó elnézelődött. És van olyan kategória, amit szeretek, szerettek, pölő édesség, videókató, bocsánat, hogy nagyon béna vagyok. Van! Az ajándékozás, amúgy keresek valami irányt, hogy minek örülhettek. Hát egyrészt a kézzel készült dolgoknak is szoktunk örülni, vagy ami tényleg ilyen ránk jellemző, ami tényleg ilyen meglepetésszerű szokott lenni, úgy értem, nem az, hogy szoktunk örülni, hát mindennek szoktam én örülni amúgy. Ezt úgy kell értelmezni, hogy mondjuk vannak olyan dolgok, amiket mi szeretünk, de ez így nehéz amúgy, mert sok mindennek örülünk. Nem találom azt a palt, aki közben azt keresem minden áron, de aki nem elvett, visszahívom ide. Ezt majd átgondolom Sára, és majd adok ötleteket priváton, csak még át kell gondoljam. Tényleg. Javítás. Ja nem, mert tényleg az új páncélt akartam elkészíteni. Az új páncélt, ahhoz viszont... Ezt kell kimenteni, mert nem adja be. Gyere így vissza. Mennyi enni? Úgy. Ja, semmi baj, Tifi. Hol van az új páncél? Várjál, leltár helyett. Na, ez legalább készül. A róka meg csak téblából. A rókát azt kivesszük, nem csinál semmit. Jó lesz a mamut. Na, tök jó, Tifi. Ügyes vagy. 4 perc és ki kell a tojás, azt még megvárjuk. És akkor az új ruhát. Na várjál, ott van a védelemnél. Ó, majd most már ilyet is tudunk. Azt ki kell craftolni. De nem itt. Ez elkészült. Ott van. És a ruha mellé más nem tudunk, úgyhogy majd ez kell később. Kell még egy ősi civilizációs alkatrész.
Hol az új ruha? Na húzzuk fel. A szép piros. Oda. Szarv, köszönjük. Na, mennyi idő, amíg ki kell? 3 perc a tojás kikelés. Szia, Axi! Szerintem egyelőre még nincs PS-re, legalábbis szerintem. Úgy tudom, hogy nincs. Xboxra van, meg PC-n. Ha minden igaz. Tenyészteni még nem tudunk. A gorilla se túlzottan aktív ott amúgy. Nézzük meg az új lakinkat. Ott a szép nagy cica. 2 és könnyebbet, de mindjárt megnézem neked Steamen. Volt rajta valami akció, azt tudom mikor megjelent. 1/2 perc és nézem. Palvörd. 28,9 euró. Tehát 29. Kerekítsük fel. Hát mint egy átlagjáték. Bár annál olcsóbb, már a legtöbb átlag már 70. Hello, ceca. Gyere ide! Melyik az emót? Aj, de cuki! Tifi, ezt töröld, mert én nem tudlak visszavonni. Meg fontos, hogy a Game Pass-os előfizetés az még régebbi izékkel van. Update-ekkel, ez pedig rendesen fel van update-olva. Tehát, hogy direkt úgy van megcsinálva, hogy jobban járjál, hogyha megveszed. Addig spamelek. Igen, azt hallottam, hogy a Sims-nél is, meg másnál is van ilyen. Na, most már 1,5 perc és meg tudjuk, mi lesz a tojásba. Bár lehet, hogy nem lesz valami extra nagy dolog. Miért éhes a majom? Hol a majom? Biztos, hogy valahova be van akadva. Hol a zöld majom? Valaki látja a zöld majmot? Na jó, kihozzuk innen. Így. Egyél! Mennyi kajátok van még amúgy ebbe? Jó, akad bőven. Magamnak is ártana mondjuk. Tudunk. Ó, nézd oda, dzsemmel töltött zsemle. Azt kérek. Megsütöm a dzsemes zsemlém. Most ettem meg a banánját a majomnak turmixba. Az jó. Lehet, hogy mindjárt hozok be egy... Várja, van nekem kajám. Lehet, hogy hozok majd. Luxus a dzsemmel töltött zsemle. Mondjuk, hogy azt miért kell így megfőzni, vagy megsütni, csak úgy halkan kérdem meg, de mindegy. És... mozog. Hát... egy ribani született. Megnézzük, hogy mennyire jó. Na, megint beleugrottam a tűzbe. Gyorsan kihozunk egy másik tojást. Ja, de van nálunk egy. De jó ég, 15 óra, haló!
Nagy sötét tojás. Az az én agyam is nagy sötét tojás. Úgy, tűznél. Fagyasztott tojás. Az úgy idő lesz. Na, mit kellett volna már fejleszteni? Mert valamit akartam, és nem tudom, hogy hol van, vagy mit akartam. Szobor. Ezt tudom, hogy akartam még egy inkubátort amúgy. Igen. Mi az, hogy túl közel van? Te vagy túl közel. Nincs is túl közel. Ide eldugom. Azt mondja, túl közel van. Hát nem. Na, legalább jön dolgozni a másik nyúl. Helyes, üssétek a vasat, gyerekek. Azt még amúgy meg kell tudni, hogy minél nagyobb a pal, annál jobban dolgozik, vagy többet termel, vagy nem szintfüggő. Ezt, hogyha valaki tudja, azt úgy megköszönöm. Tűz tojás. Milyen tojásaink vannak. Legyen egy fagyasztott tojás. Állandóan részhiányunk van. Na, az csak 1 óra 57 perc. Csak. Irónia. Na. Jó, meg lett az erősebb páncélunk. Azt megint statpontok vannak. Legyen a súly. És akkor... Hát arra fölfelé, vagy onnan is elnézhetünk itt igazából, csak voltunk az elején a szigetnek. Köszönöm szépen a lájkokat, Tifi. Ja, hogy ezért csak az elején voltunk, mert hegyet kell mászni, arra nem gondoltam. Na jó, hát akkor felmászunk. Így megvan, hogy miért az elején voltunk. Hogy örül a bárány? Harc! Mit tud a cica? Az igen! Menjél! Ez a lélektűztámadás. De ne fusson el, várjál! Fújjad! Meg is sütötte. Bárányhús valaki? Ott is egy mamut. De tényleg még nem voltunk. Hát nem voltunk. De tojás. Váromoknál tuti, hogy van valami. Itt meg túl nagy üresség van. Mi van ekkora üresség? Ha mint a fejembe néznék. Így néha. Vinni kell valamennyi ércet. Te nem dolgozol? Ez igazi macska, csak nézi, amik csinálok.
Ja, ki éhes én? Megesszük a James szendvicset. Doris nagyon éhes. Hát meg mondjuk nem csak én vagyok éhes, de... Tojás miért nem laktató? Tök jól laksz tőle. Na jó, a palok nem. Ők zabásabbak, nem laknak jól a tojással. Olyanaink már vannak. Próbálok új palokat keresni. Az megint egy nagy mamut. A mamutot békén hagyod. Vajon mi van ott fent? Mindenkit az érdekel. Senkit nem érdekel, de... Töltsük fel a staminát. Fel fogok oda menni. Ha a fene fenét eszik is, felmegyek, gyerekek. Azt nézd meg, hogy nem lesz a tetején semmi. Amúgy ez mekkora csalódás lenne. Ott egy láda, legalább már azért megérte. Gyere le! Úgy. Palgömb, részkulcs, ott füstölnek. Ott van fönt valami tojás. Szarvasok. Szarvakevés. Ah, itt is tojás. Jó, hát mondjuk mi van a tetején általában? Tojás. Igen. Ott már voltunk, úgyhogy akkor nekünk arra kell elnézni, arra még nem voltunk. Ott van fönt valami feloldandó. Akkor repülés! Geronimo, senyorára, sayonara, senyorána, engedd el. Bam. Lényeg, hogy nem zuhantunk le. Kacsacsőrű emlős, az nem kell. Mondjuk amúgy lovagolhatnánk is valokon, de mindegy, én ugyanúgy csöves bánatként gyaloglok. Oké, oké. Üdv újra. Na, innen tudunk vinni bogyót. Na, ott a madár. Cica, elkapjuk a madarat. Gyere! Nem találsz el. Vagy mégis? Hát ez még kevés volt. Na? Ez az! Elkaptuk. Ja, már volt ilyenünk. Hát akkor mindegy. Elkaptuk még egyszer. De legalább kiszúrtam, hogy van lenni itt egy láda. Már erre megérte ide jönnöm. Palgömb, megagömb, meg aranytallér. Az nem baj, az jó ilyen. Ezt mindenképp fel kell oldani, hogy tudjunk teleportolni. Ott is ott a láda. És ez még mindig kevés. Hogy ennél tudok haverokat javítani. Hát őt azért még visszük magunkkal. Őre adhatunk életerőt. Igen. Védekezést. Igen. És így. Bőven elég. Megyünk tovább felfedezni az újabbnál újabb területeket. Hú, ott annyira víz van. Aha. Ó, bakker. Jó, mondjuk oda középre talán be tudunk repülni.
Ott is egy mamut. Mennyi mamut van amúgy? Rengeteg. Három as szintű kis gumosz. Itt olyan, mintha visszamentünk volna az elejére a játéknak. Amúgy. Hogy ilyen picik vannak. Ott lesz valami bosszocska. Valami cica. Úgyis cicával vagyunk. Gyere, Mau. Megverjük a másik cicát. Mamutot békén hagyjuk. Aha, itt írja pedig. Na, hol a gonosz cica? A TikTok, mondom, az utóbbi pár update óta szar. Bármint, hogy nagyon. Próbálj YouTube-on írni. Alap dolgokat nem tudok beírni más live-jába, én se. Ott a nagy cica. Szia, G! Mi újság? Hogy vagy? Hanyas a nagy cica? 17-es. Hát azt elméletileg már le kell tudni győzni. Megpróbáljuk elkapni. Pont jókor érkeztél. Na gyere! Nem lopott Aliza csoda országból, cica. Amúgy creepy, ahogy világít a szeme! Hát nem mondom, hogy ilyen sokat sebzek rá. Na? Hát ez túl könnyű lett volna. Nézd oda, testlökés neki, body slam! Opa, elvert a farkából! Ajaj, gonosz cica! Rossz cica! Nem szép cica! Rossz gomb! Hallod, lögd el onnan! Megvan! És meg lett az ősi tekerc. Köszi. Épp próbálok nezlokozni Pokémon Violetbe, de sehogy se tudok tovább jutni a harmadik gymen. Az melyik is volt benne? Köszi, Tifi. Ez jó, az a nagy cica, ezt majd lehet, hogy kihozzuk. Csak várjál, fel kéne oldani, ami ott lesz újabb checkpoint. Jó, mókuska. Csak annyira nehéz tájékozódni. Jó, most vagyunk jó irányba. Ez a cica az újabb lacking. Aha, már látom a fényt. Csak érjünk el odáig. Köszi, hogy már 3000 like van TikTokon, szuperek vagytok. Na, hogy már belekössön az Eevee utánzat. Na várjál, töltsön fel a stamina, mert oda be kell repülni. Amúgy viccen kívül ma olvastam cikket, hogy párosodott egy rája a cápával. Hogy elvileg annyira közeli rokonság van köztük, hogy ez tényleg megtörtént, és hogy várják majd, hogy milyen utódjuk lesz. Ez nem kamu, ez real. Ez real. Ez most a rájákról jutott eszembe. Hogy abból egy új faj születhet gyakorlatilag. És hogy elvileg majd a tudósok figyelik. Oké, okay, oké. Okay. Oké, okay, Tifi.
Amúgy igen, hogy mi jutott eszébe a rájának, vagy a cápának. Úszkálunk, de megkívántam azt a ráját, rámegyek, vagy nem tudom. Tehát így a szituációt azt én sem értem, hogy eddig miért nem csinált ilyet. Hoppá, a fejszés mindenedet. Hogyha eddig évszázadokon keresztül nem jutott eszébe a cápának meg a rájának párosodni, az most így hogy jött? Itt tényleg csak az az a része, amit nem értek. Így felébredt reggel a cápa. Ó, nem kell nekem cápa, keressünk más, tehát így. Elektromos, az a baj, hogy van kettő teljesen kifejlődött pokéja, aztán a szabályok miatt 24-es színnél nagyobbra nem fejezhetem az én pokéim. Ó, értelek, hát kitartás, G. Ők Romeo és Júlia, igen. Ezt majd fel fogom hozni, mikor Janával lesz a beszélgetős, leülős live-unk, hogy egyik témának az biztos, hogy ez most mi, hogy a fajok úgy döntenek, hogy mással szaporodnak. Rendben, szia. Emmát elvesztettük, mennem kell, bye. Szia, Emma. Halak kiengednek mindent a vízben, nagyrészt lehet véletlen volt. Hát, nem tudni. Minden esetre érdekes, most legalább a tudománynak. Valószínűleg egyre kevesebb cápa is rája van. Amúgy igen, ez is közre játszhat. Opa! Bocsi! Mi a úton? Mit csinálsz ott lent? Ja, hogy ilyen hideg van. De ezért tartjuk őt. Gyere ide! Add a tested! Egyből nem fázunk. Kevesebb a lehetőségük, lehet. Ja, hogy ilyenkor elrakod, amikor hegyet mászol. Miért nem szorítja a hóna alá? Én úgy képzeltem, hogy beszorítja a hóna alá, és viszi fel, gyerekek. Én egyik nap világvégét álmodtam, de olyat filmet lehetne erről írni. Az igen. Jó, kíváncsi leszek nagyon. Ha úgy van, el is olvasom. Arra még nem voltunk, be kéne nézni, csak így éjszaka azért merész random területeket felfedezni szerintem. Azt se látom, mi talaj, meg mi nem. Aha. Ott is lesz valami. Nem zavarjuk meg az ártatlan izéket. Aludjatok csak. Ja, azért már értem, Tifi. Ezt nem olvastam fel hangosan, aki tudni akarja, nézzen át TikTokra, vagy YouTube-ra. Oh-oh! Jaj, ez a lusta izé! Gyere! Azt még nem kéne bántani 31-es szinten, bár a mamutot már legyőztem. Ez egy papagáj lenne, vagy valami madár? Ki mint veti ágyát? Az vajon alszik? Megnézem. Medve! Hát majdnem eltaláltam. Ne köpködj már! Megtámadjuk a medvét, vagy ne? Amúgy érdekel ez a téma, régen mindig kiültem az ablakba és néztem a holdat. Na. Meg azt például ma anyósom mesélte, hogy elvileg felfedeztek bolygót, ahol van élet. Mármint, hogy ezt is így tudományos körökbe jelentették be. Ez szerintem még kinyír minket, nem? Figyelj, próbálkozzunk be. Ja, hogy így a hideg is kinyír, erre nem gondoltam. Hello, medve úr!
Csak szeretném önt elvinni egy kalandos nyaralásra. Jaj! Egyből lesokkoltam, és sok, vagy hát ő sokkol le. A kecském! Azt hiszem, hogy nem jó! Mama! Meddig jön? A medve bekergetett az erdőbe, és meg akar! Addig nem tudsz ellőni! Leráztam. Ja, attól lehet. Elvileg októberben belénk csapódik egy aszteroida. Hát mondjuk azért hát, ha nem. Én még szeretnék októberben lenni. De akkor mondjuk nem kell munkahelyet váltsak, ha ez lesz. Majd meglátjuk. Na, lehet beszélgetni, csak nagyon elvonta a medve a figyelmem, bocsánat. Hát de tényleg. Ha így nézzük. Én inkább dolgozok, mint halljak. Mondjuk jó, jogos. Na de már medvét felfedeztük, akkor még nézzünk el, amerre nem voltunk. Az egy kicsit elszomorító, hogy ennyire ismétlődnek a palok, hogy nem minden területen vannak más, hanem itt is minden vissza-vissza köszön. Vagy mondjuk, hát végül is lehet fogni őket, de... Igen... Arra is van valami rész. Nyilván ott a hegytetőn lesz tojás, vagy valami, azt megnézzük. A lambalokkal megküzdesz. Kell az XP. Én már abban a meglátásmódban vagyok, hogy minden pillanatot értékeljünk. Amúgy igen. Egyébként mi a kedvenc filmet sorozatod? Ez egy nehéz kérdés. Mert hogy például nyilván most azt mondanám, hogy a Vonka annyira tetszett, hogy simán el tudnék valami vonkás cuccot képzelni itt mögöttem. Amúgy megnéztem is. De nem tudom, nagyon szerettem a Nagy Pénzrablást, a Grimmet, mint ilyen horror... sorozatot, kedvenc filmek. Szeretem az ilyen kosztümös, középkori és annak környéki sorozatokat, filmeket. Vámpírnaplókat nézetek. Azt szerintem ilyen a régen nézett. Így ezeket mondanám elsőre, amik eszembe jutnak. Hát nyilván szeretjük a Disney cuccokat, Pokémont, ez nem kérdés. Akkor is felmászunk oda. Jó, vígjáték szinten amúgy sok minden van. Múltkor néztük meg a csonthülyét, de az annyira... régen kisebbként szórakoztatóbbnak tűnt, a Norbittal is ugyanez. SimCityt amúgy nem akarsz játszani majd? Most egyelőre közeljövőben nem. Azt én nézni szerettem nagyon, apukám nagyon sokat SimCityzett amúgy. A legelső SimCity-kkel játszott. És emlékszem, hogy vagy 4 órán át néztük, ahogy építi a vízhálózatot, meg a föld alatti. Nem fogok felérni mi. Ezt elszámoltam. Jó, nem sérültem akkorát. Várni kell, míg feltöltődik. Közben reggel lett. És neked a kedvenc filmet, Sára? És emlékszem, hogy mikor megromlott valami cső a vízbe, vagy vízcső, vagy valami, akkor utána fel kellett bontani az egészet, meg átalakítania. Én emlékszem, meg jöttek a tűzoltók, meg mentők, meg rendőrautók talán. Nukleáris cucc, az nem tudom, volt-e régen benne.
De egy ennyi maradt meg gyerekkoromból, amikor visszagondolok. Ezért másztam föl, hogy semmi! Hát ez egy átverés. Följövök ide a világ tetejére, és sehol nincsen semmi se. Hát köszönöm. Akkor menjünk arra tovább felfedezni. Lesz amúgy elvileg sivatag rész is valahol. De ahogy látom, az még itt nem. Nem tűnik annak. Igen, a dinasztiát azt már mondtad. Mary mi? Az nem tudom mi. Magyar cím? Sokszor úgy jobban tudom. Vegyél el. Aha, jó gondoltam. Nem tudom, hogy láttam-e. Mikori? Attól függ. Most nincs Netflix előfizum, mondom. Majd lesz. Most még most fejeztem be a vaják utolsó évadát. Azt még pont meg tudtam nézni. Pölő azt is szeretem. Na majd, ha lesz újra, akkor megnézem. Na most innen... Ott már valami jeges rész is lesz, ott meg hátul csak nagy sziklák, hogy merre induljunk. Menjünk, azt mondom, még följebb. Huszonkettes? Most hülye kérdés lenne, hogy miről szól, meg gondolom arról, hogy vegyél el. Állítok új élő célt, mert le fog járni lassan. A rózsa most nem lett meg. De nem is kell mindig kilőjük. Berakok fagyit. 25 fagyira átmódosít. 20 fagyira átmódosítottam. Na. Odáig biztos, hogy nem fog tudni elrepülni, de itt a tengerpartos sziklás részt ezt megnézhetjük. Lesz-e itt lent valami? Igen, vagy nem? Egy láda, meg egy olyan zöld bizbasz. Azért elmegyünk. De az ilyen vígjáték, vagy inkább romantikusan, Mary mi? Látsz egy pici malumát? Ez itt mindig róla eszembe a balumáról. Romantikus? Tiffy mondtad, nézzük meg Janával, kettőnk közül én vagyok a romantikusabb amúgy. Ő nem szereti pölő a Titanicot se, én meg igen. Tüskés fák. Tehát romantikus filmre hamarabb ülök be én, vagy hát nézzük úgy, hogy én miattam. Ő inkább akciófilmeket szeret. Akció, meg nyilván keresztény feldolgozású filmeket is szoktunk nézni. Az is volt most Netflixen jó. Kettő is, csak nem tudom, mi volt a címe. Beadtam, én megnéztem azt hiszem a Gladiátort, vagy valamit. Benne volt a top 10 listám. Ez ilyen tengerpart, egyértelműen. De hogy itt sincsenek vízipalok, tehát hogyha lehetne egy panaszt tenni, az az, hogy nincsenek vízipalok a tengernél. Jó, tojás az van, de hát na. Oda majd valahogy biztos eljutunk. Arról szól, hogy ugyanúgy énekes benne Jennifer és Manu Bassin. Jaj, de tudom, elkezdtem nézni! Tudom, és hogy úgy kezdődött, hogy fel vannak kapva TikTokon, meg minden, vagy valami közösségi szájton, és hogy izé, hogy beszélik, hogy milyen lesz az esküvő. Elkezdtem nézni, kb. 5 perc után bezártam. De majd akkor adok neki egy esélyt, csak nekem unalmas volt 5 perc alapján. Nem tudom, nem keltette föl az érdeklődésem. Wumpo Botan. Hát, 38-as. Aha, mondjuk az a baj a legtöbb filmben, hogy soknak az eleje tényleg unalmas. Ezt aláírom.
Hát most vagy nagyon megdöglünk, vagy fogunk egy teljesen újat. Gyere, cica. Haló, tangél a zöldbe. Úristen, mennyi élete van! Azt hiszem beáldoztuk a cicát. Igen, már meg is ölte. Ez még nem megy. Az elején nem olyan érdekes, inkább 10-15 perc. Jó, akkor majd úgy nézem. Lehet átugrok egy pici részt. Most amúgy csak jelent megyünk egy ilyen fél sziget szerint, félkört. Kár, hogy nem tudunk korlátlan úszni. Izgalmasabb lenne. Még nem volt Fox Parksunk, ez másfajta róka. Ez meglepett. Mondjuk én két részletben néztem, annyira nem lekötő. Ó, hát én sokszor azért nézek valamit két részletben amúgy, mert elalszok. Mármint, hogy néha velem előfordul. Nagyon este nem is akarok filmnek nekiállni, mert a felénél álmosodok. Még ha izgalmas is. Oda át kéne menni, mondjuk nem tudom, hogy mi lesz ott, de próbáljunk átiszni. Szerintetek át fogok érni? Lehet tippelni. Mondjuk most jó, hogy növeltük a staminát. Zöld ellőpatak. Ja, hogy itt már sekély a víz, akkor semmi. Akkor egyértelműen. Ezt nem tudtam, hogy ott annyira lesekélyedik. Nem baj. De itt sincs semmi. Sok helyen még annyira üres. Mondjuk hát ezen majd lehet, hogy fognak változtatni. Ja, már megint éhes a karakterem. Azt hittem az én gyomrom volt amúgy. Ízlések és pofonok. Ott van egy olyan zöld mókus. Mindjárt eszünk. Behozom szerintem a zapkásám, közben megkajálok. Pedig annál nincs jobb, mikor hajnal 3-kor gépen horrort nézel, és valaki elkezd moszorogni a házba. Be is szarnék, hallod, G. Az biztos. Tojás, tükörtojás, egyé. Ja, a halott macskát minek etettem? Már mindegy. Na, innen... Abba az irányba kéne majd. Ott is lesz valami. Ó, 45-ös. Nagyon erős helyekre jöttünk, úgy látom. De legalább feloldjuk a map részt. Tényleg, ameddig behozom a zapkásám, ki mit kajált ma? Random kérdés. Itt sincs semmi. Csak nem ölnek addig itt meg. Ú, az ottan mi az? Mik azok? Ó, méhek! Azokról már valaki mesélt, hogy azok nagyon durvák lesznek. Addig ide elbújok. Házilag csináltam nocsi. Nocsi? Krumpli gombóc íze volt, az nem rossz. Én nem is tudom, mit ettem. Ja, de pörköltet ettem bulgurral, reggelire meg... mit ettünk, bakker? Meleg szendvicset, tényleg. Addig fél perc szünetet kérek, elmegyek mosdóba is.
Még utána meg vissza kéne menni már táborba megnézni, mi van a padokkal. Van ott valami. Jaj! Itt mi volt? Halló! De az online tifi! Igen, meg is haltam, pedig azt hittem, hogy el tudom kapni. Random ide szállt, ezt vissza fogom nézni. Mi történt? Tehát én észre azt hittem, hogy ide le, nem jön le semmi. Hallod? Akkor ez ilyen meglepetés volt? Ilyen amúgy a zapkásám, nem tudom, látszik-e? Nem. Akkor így jártunk. Hirtelen megjelent a képernyőbe. Köszi. Elment a fókusz, szégyelje magát. Bezavarta a zapkása. Köszi. Amúgy. Köszi. Szendvics, péksüti, gumicukor, teljesen jó. Közben ide visszatértünk kicsit pihenni. Meg felszedegetni a dolgokat, az még 1 óra 20 perc. Falok azok rendben vannak. Tojások elkészültek. Halt meg palunkja, halt meg, várja, ezt be kéne tenni, amíg eszünk. Megmelegítettem, Tifi, mert másfél napja a hűtőben volt, hogy nem melegítettem volna meg. Tudod, hogy lefagyott? Amúgy is jó a meleg zapkása. Mi az, hogy fúj? Itt a nagy ceca. Gorilla helyére. Dehogy én nem szeretem hidegen. Ó, basszus, pont harc lesz. Kihalt meg nálam a cica, meg ő. Behozzuk addig a madarat. Meg őt. Gyerekek, harc van! Ha mindig mikor visszaérek, akkor van a harc. Aszta, mekkora vagy! Vajon tud harcolni? Köszi a szívet, Marianite. Hol jönnek? Ott jönnek. De itt az lenne a lényeg, hogy itt legyetek és jelezze, hogy harc van. Erre ott kapáltok. Meg a kecske meg van hűvve megint. Cica, én bízok benned. Ide majd kellenek az íjászos cuccok. Bakker, meg fogok halni. Harc! Jó, hát ezek nagyon gyorsan bevédték. Kimegyek szenyót csinálni, rendben. Jó étvágyat majd, én meg megyek akkor gyorsan. Menj már innen, te nagy kövér cica. Ezt nyomassátok, erre szükség van mindig. Javítatunk. Hú, a csákányom. Meg ugye ezt széttörték. Ó, bakker, fognom kell tűzcuccot. Jó, akkor gyorsan elmegyünk. C. Hol voltak tűzrókák? Hát gondolom itt valahol. Ott is lehettek. Oda elmegyünk. Csak
közben ne felejtsük el enni. Olyan, mint a lila szörnyeg lenne a cicán, és tényleg. Mitől fulladsz meg, Sára, mesélj. Tip, ne fulladj meg. Tűztípusúakat kell fogni, erre mit találunk? Egy csomó vizit. Ott egy láda. Kenyérrel. Igen, hasznos tipp, hogy nem szabad megfulladni, szerintem is. Egyik leghasznosabb tippem ma. Hol vagytok, tűzpalok? Hát sehol. Ez mindenkire ráugrik. És megöli. Az igen. A cicán kell majd lovagolni, én már látom előre. Elbújtak a tüzek. Ott van az egyik. Ez gyönyörű volt. Jó, hát az is jó végül is, ha megöljük. Támad meg! Hát ez így kilapította. Ne agresszívoskodjál, keresni kell még. Amúgy csak inni akartam, de még ez is béna vagyok. Ó, én a saját nyálamat nyelem félre, az se jó. Mikor kapkodok. Agresszív a macska. Ú, olyan dínót nem sikerült mutko elkapni. Talán majd most. Nem tudom kivel, de... Aha. Vagy sikerült múltkor? Nem, most sikerült, Relaxaurus, az én vagyok. Ott háborúznak gyerekek. Segítsünk be a kecskéknek. Az halt. Volt nincs. De leölték a kecskéket, ne! Nem mentettük meg őket. Hát ez rip. Koca. Hát az már nem indul el. Ott egy újabb ládikó. Aranyélme, palgömbök, nagyon jó. Csak meg kéne valahol állnom, hogy ő harcoljon, én meg eszek. Azt úgy adnám. Hát ő, az emberek azok orvvadászok, és azért vannak itt, ugye annyi a keretsztori amúgy, hogy az orvvadászok ne írtsák ki a palokat, ezért te ellenük vagy, és azon vagy, azon dolgozol, hogy ne öljék meg a pal állományt elméletileg. Ott egy tojás. Legalábbis ennyit mondtak annó ilyen keretsztori jellegűnek.
Innen mindjárt megpróbálunk oda átreppenni. És még egyszer megcsináljuk ezt a toronyharcot. Hátha. Bár most nem ugyanazokat hoztuk be. Addig tudok enni. Ez jó, hogy többször meg lehet egy nap amúgy. Meg ellenem is igen a bázis rédek, jó gondolat. Most nincs benne az a fű, akivel őt legyőztük, de hát ha sikerül most is. Meg ebből kapunk jó cuccot. Ah-ó. Hát ez most nem sikerült. Ez most agresszívabban tolta. De a palunk azért harcol. Haza kell menni. Itt mi történik? Az még egy óra. Mamut ez szépen dolgozgat. Ez elkészült. Nagyon jó. Felgyógyultak a főpaljaink? Főpalok? Hát még nem mindenki, úgyhogy... Pihenünk egy picit, ameddig megeszem. Hát ez most gyorsan megölt. Szia Jazz Palvörd, ahogy beírt a sárra is. Köszönöm, hogy beírtad. Szükséges gyújtogatás. Hova? Jó, aludjunk egyet, hogy feltöltsön a kaja, éjségünk, meg minden. Legyünk éhesek. Van ilyen néha, Mariana, egy ne aggódj. Hétfő az mindig streamelés szempontjából a hétfő a legrosszabb nap. Tehát az hétfőt az kb. Ki is hagyhatnám sokszor. Vagy akkor vagytok a legelfoglaltabbak, vagy mindenki depizik, hogy hétfő van. De statisztikailag akármit live-olok, ha Fortnite, ha bármi, a hétfő a legkevésbé nézett nap. Ezt már megfigyeltem a másfél év alatt, amióta figyelem. Még néha a kedd is. De annak ellenére örülök, hogy vannak, akik itt vannak. Aj, nem fogtam elég tűztuccot. Akkor viszont... Figyelj végülis, erre is voltak tüzes dolgok. Darazs az érdekes rész volt, itt most megint végig szenvedni. Hát mondjuk itt lehet, hogy van valami. Megnézzük oda, elnézzünk oda. Azt nézem, hogy hogy kéne menni, hogy feloldjunk részeket. Ki ne jöjjön. Jó, megvan. Az is XP bónuszokat ad, ugye látjátok, minél több palt elfogunk, úgyhogy nem véletlen dobálom néha random. Tűziparra lenne szükségünk. Ha!
addig harcoljon. Az ehető tojás. Nem, tűzipal! Ezt miért nem veszi ki? Tele van a leltáram, nem már. Ó, basszus, majd ki kell dobáljak cuccokat. Pont nem látok a naptól. Jó, ez is megvan. Ó, az megint akkora rész, hogy nem tudok átúszni. Az vízbe fulladt. Most mindjárt följebb repül, gondolom. Most madarakat fogunk. Nagyon jó. De a páncélom már megint összetörte. Aha. Hát, erre bejöttünk a hülye utcába, erre most kár volt jönnünk kb. Nem találtunk tűzipalt. Ott van egy zöld, amit eddig nem vettünk föl. Egyébként ezt a játékot ki lehet játszani, mindig van valami új. Hello Krisz! Most értem haza, nem sokára pedig zárni fogom a live-ot, de YouTube-on vissza tudod majd nézni. Mert már megy majdnem 3 órája. Hát elvileg ugye nézz sára, fel lehet fedezni majd az egész mapot, itt az egész terület ez mind map, és mindenhol van terület, bocsánat, és ugye le kell győzni a bosszokat, elkapni az összes, és utána még lehet, hogy jönnek hozzájuk, majd küldik. Tehát első drangon ugye ezek vannak, hogy mindből szerez egyet, építs ki a bázis, fejlesz ki a cuccokat. Lehet, hogy majd rámegyünk arra, hogy a palok is tudjanak fegyverrel lőni, meg ilyenek. Csak azokat egyelőre mellőzni akartam. Úgyhogy ezért van. Alapvetően ugye az összes ilyen boss legyőzni, meg elkapni, meg a toronyba, és ugye valami ilyesmi. Küldhetek TikTok videót, ahol látod melyik pal, melyik ellenhatásos harcba? Persze. De itt most egyelőre csak színnövekedésre hajtok, nem feltétlen figyeltem a harcokra, gumosz is jó. De amúgy megnézem örömmel, persze az építő jellegű kritikát mindig elfogadom, mondtam. Az nem bánt. Nem is az palokkal van fő bajom, hanem hogy mindig engem ölnek meg két ütésből a nagy palok. Nekem inkább az a baj. De jobban szeretem a nappalot, mint az éjszakát. Jó. Mégiscsak vizes lettem, igen. Na, még csak 5 ilyet fogtunk el. A csirke ott mit csinál a víz közepén, csak úgy kérdem. Most mindenre is rámegyünk, hogy kapjunk XP-ket. Szia kisa! Hát sajnos igen, mert már 3 órája megy a live. De azért mesélj, mi újság, meg hogy vagy Krisz, azért még meséljetek, még egy pár percet biztos tartom. Ez az, meg lett a levele. Alvópalokat talán könnyebb elkapni.
Szegényt pont lelökte a disznó. Mit erőszak? Nézd meg, mindenki ilyen erőszakos itt. Gyere ide! Gyere ide! Hát kéne tanulnom német tézére, meg ha hamizok egyet előtte, gondoltam benézek, amúgy eszek jó étvágyat. Érdemes mindenből 10-et fogni, mint a plusz XP-re lehet ezt, mert tudod. Igen, azt láttam, meg tudom. Tudunk ilyen lángszórót csinálni, tele van a leltár, majd haza, amiatt is haza kell menni. Többek közt. Hello, Sto. Most kicsit így rámegyünk a farmolgatásra. Lambalból már lehet megvan a 10, a csirkéből nem tudom, hogy van-e. Nem. Én is várom. Kis mókus. Ott meg valakit bántanak, valami harc van. Beleavatkozunk. De ne engem! Én titeket akarlak megvédeni. De akkor egyúttal elkapom őket. Ne! Úgy. Jó, megvan. A depresszív. Ne. Levadáztak. Jól vagyok, köszönöm kis a mindenfajén. Halisluban, Mizu. De ez lassan jó is volt így, mert elfáradt az agyam. Most akkor várjál, volt halott cuccunk, vagy nem? Majd lesznek cuccok, amiket el kell adogatni. Hú, de éjszaka van, meg hideg, várjál, aludjunk egyet. De cukin alszik. Mi is ezt tesszük! Holnap, ha minden jól megy, akkor videó érkezik majd nektek, és szerdán pedig kora délelőtt, vagy késő délelőttől ilyen 11:30 körül szerintem, vagy déltől kora délutánig lesz TikTokon Stumbleguys, mert bejött az új Battle Pass. És bár azt mondtuk, hogy Valentin napon ugye nem tartok, de ott egy picit mégis tartok. Mert majd csak késő délután megyek jön elé. Teljesen meg az iskola kilépek, vagy nem tudom. Kitartás már biztos nem olyan sok van hátra. Menni fog az. Nem hoztunk rezet. Akkor kitartás a dolgozatok hosszúban. Na majd valamikor live-on kívül itt tartok egy olyan live-ot, hogy itt elrendezgetem a dolgokat. Valamit akartam fejleszteni még. Hát egyrészt a staminánkat. Technológiába is léptünk feljebb. Azt kell a gömbsor. Hidegálló páncél, az se egy utolsó, meg az új gömbse. Az a legnagyobb gond, hogy nagyon sok órán van, kb. Minden nap 7-8 kezdek megőrülni. Próbálj meg azért pihenni is, amikor időd engedi hétvégén vagy valami. Ez tényleg fontos. Ja, meg még ládát akartam letenni. Ne dobd el, mindegy. Ide valahova. Hol volt a másik láda? És
mi kell ehhez a olyan nagyot még nem tudok csinálni. Hát ez enélkül is el vagyunk. Baxi meg itt folyton tolja a tojásokat, ő ennyit tud. De azt nagyon büszkén. Ehhez is ingot kell, meg köröm. Oké, az hosszú meló lesz. Ládát akartam letenni, már emlékszek. Például kedden 9 van, 4-kor végzek, amúgy gyakorlat utolsó 3 és nagyon unalmas, mert turisztikai gyakorlatok nem érdekesek, csak terembe ülünk. Az mondjuk úgy nehezíti a dolgot, hogyha annyira unalmas egy óra, ezt aláírom. Na, jött mindenki dolgozni, helyes. Milyen vidáman dolgoznak. Oké. Tojás azt mondjuk elvileg meg tudjuk csinálni majd. Prém. Érc. Oké. Jó sok tojást összegyűjtöttünk. Ez mondjuk nem árt, ha van. Paldium töredéket is feldolgozza a dobozból is. A kajákat mindjárt megfőzzük. Így. Aki játszik a játékkal és mondjuk visszanéző, vagy van kedve live után kommentbe, YouTube-on komment szekcióba tippeket örömmel fogadok, hogyha írtok. Én nem sértődök meg rajta. Én örülök, hogyha van olyan, aki akar segíteni mondjuk. Oké, itt majd fegyvert lehet. Ezt meg kell javítatni, és ehhez megint kell tüzes cucc, az baj. Meg mi kell még hozzá? Hát persze. Live-on kívül csak bányászni fogok, meg tűzpalokat fogni. Igen, meg fogom nézni majd Marianne-t mindenféleképpen. Időmbe bele fog férni. Köszönöm szépen, hogy közben Sára folyamatosan lájkolja a TikTokot. TikTok élő célt azt már nem lőttük ki, ha majd talál legközelebb. Közben az ércek azok jönnek. Oké, ott a nyulakam... Ó, kinőtt a búzánk, gyerekek, eddig itt nem nagyon volt, megy az aratás, oda nézzé. Arató nyulaink vannak. Hogy kinőtt a búza? Amúgy. Na majd itt át kell nézni, hogy ki mire lesz hasznos. Hát a nagy cicával sokra amúgy nem mentünk. Visszahozzuk a másikat. Szendvics helyett főztél? Mit főztél? Gondolkoztam is, hogy ilyen sokáig készül a szendvicsed. Még én is ezeket lefőzöm. Nagyon durán felesz a suli gyakorlatok, tök jók amúgy, de a többi halál. Elhiszem. Érdemes a párosztatásra időt szállni, mert tudsz olyan palokat kelteni, amik még nincsenek meg. Hát csak nem tudom, hogy kell tortát csinálni, még nincsen tortám. Mert azt láttam, hogy kell neki torta hozzá. Na, jó tetted. Itt hagyjuk az 51 tojás, tükörtojást elkészíteni, ahhoz kellenek a tűzpalok. Dolgozzá? Tökéletes. Munkafolyamatok zajlanak éppen. Baxi igazából itt csak egy tojástól, de nekünk ennyi tojásra nincs szükségem. Szükségünk szerintem, úgyhogy ő helyette beteszünk más dolgozni. Nézzük meg, hogy ki alkalmas. Amúgy ez se lehet olyan rossz. Barika, vad, az nem jó. Ő diétázik. Komoly, huligán, szerencsés, beképzelt,
Torkos nem rakunk ki. Hát végül is az nem baj, ha van még egy tüzünk. Úgy. Amúgy az osztályom se olyan, mint gondoltam, hogy lesz néhány nagyon durva, idegesítő, egész nap verekedni van kedvem. Ez nem egyszerű kis amúgy, ahogy ezt leírtad, miket olvastam. Tortához tej, liszt, bogyók, méz kell, és kajasütőnél tudod megcsinálni. Jó, akkor azokat majd valahogy szerezni kell. Ez most minek örül? Ott gyógyszert tudunk. Igen, mondjuk a diétás az keveset eszik, az igaz. Jó, ez most itt eldolgozgat. Nyilunk az még van. Az még nem kell. Meg volt egy nagyobb baráti köröm, most inkább abból is kiléptem, de azokat az okokat inkább nem sorolom fel. Rendben, rendben. Privátban írd meg, nyugodtan el fogom olvasni. Rendben, köszi Sára, hogy itt voltál. Szerintem most lassan én is elköszönök tőletek, srácok. 3 és 4 órát toltuk majdnem. Búzából lehet liszt, tényleg. Nem véletlen, hogy amúgy ott a lisztkészítő, jogos. Ez egy jó pont, Mariana, egy jó észrevétel. Mert azt már tudunk lisztet amúgy csinálni. Tehát ezt majd lehet, hogy csinálunk mondjuk egy többet, nem tudom. És a többit még megnézzük. Tejet meg elvileg. A tehén az majd tud adni. Mert van tehénpalunk. Jaj, ne hívj vissza a dolgozót! Úgy. Elvileg fogtunk tehenet, ott vannak. Fakitermelő. A majom helyére. És ő talán ad tejet is? Ne akadj már be, tehén! Most lefekszik aludni. Jó, hát volt ilyen tifi, de azért nem mindig így van. Hello Zalán, köszi. Én vagyok Noel Gere, rendben van, sziasztok srácok. Nézzétek vissza YouTube-on, akik lemaradtak, mert éppen terveztem zárni a live-ot, úgyhogy köszönöm, hogy itt voltatok. Mindenkinek további szép délutánt kívánok, és szerdán, kora délelőtt, késő délután, kora délelőtt, tehát ilyen dél, 1 óra körül kezdjük a Stumble Guys, de mivel Valentin nap lesz, rövid lesz, tehát egy 1,5 óra Stumble Guys-szal megnézzük az új paszt, meg ilyeneket. A tehén meg nem fél el sehol! Haló, tehén! Ez nem lesz jó ide a tehén, mert nem fér el. Tehén helyett másik munkást kell betenni. Kész. Visszarakjuk a majmot. Na, úgyhogy jók legyetek, sziasztok!